Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A ahogy szevasztok, jó reggelt mindenkinek, 3 perc múlva lesz 6:45, Vadon János, Rákóczi Ferenc és a többiek. A Morning Show stáb jelenleg itt a stúdióban és a stúdió környéken. Balázs holnap csatlakozik hozzánk, akkor fog visszajönni, jól megérdemelte. Szabadságáról. Törvény szerint járó szabadságáról. Így is van, kivette ezt is, úgyhogy holnaptól lesz tenisz és lesz Camp Trail, ezeket ma még anyagoljuk. Így van, akkor már még egy picit hátradőlhetünk, és akkor már a vendégműsorvezetők is nyugodtan élhetik tovább az életüket, nem zaklatjuk őket tovább, ma még természetesen lesz, majd erről csit még nem beszélhetünk. Ugyanakkor arról, hogy a Facebookon folyamatosan megy a szavazás, természetesen erről a témáról is, mint ahogy az előző 2 napban is volt olyan hallgatónk, aki jól tippelt, és közülük kiválasztottunk egyet-egyet minden nap, ma is kiválasztunk majd egyet, aki kap tőlünk egy ajándékcsomagocskát. Ja, igen, és be is megkérjük Csáknőzt, hogy dobja bele a napba jutalmat. Adunk ilyenkor valami támpontot, hogy ki lesz az? Tehát írsz valami kis egy sort, hogy ja, mára nem. Na, igazi ja, korrekt. Ja, ezt szeretem a Laciban. Hát, 2 napig etette a népet azzal, hogy mindig valamit belógatott, egy ilyen kis információ, csomagot az alapján ki lehetett találni, és azt mondja, hogy ma, mivel ez az utolsó, ez legyen igazán kőkemény, legyen nagyon nehéz, akkor mi se áruljunk el semmit, vagy mi azért elmondhatunk valamit. Volt már, vagy nem volt? Melyiket? Már tudják? Jó, akkor nem mondunk semmit. Ez a lényeg. Nagyon sokan írjátok, hogy kedves egészségemre is, hogy iszom-e eleget, egyébként igen, mert ahogy bejöttem, nem láttam, hogy ki a hírszerkesztő, csak hallottam, hogy férfi hang van, és beordítottam, hogy Ákos, végre! Én aztán kiderült, hogy Árpi. De neki ugyanígy örülök, tehát ugyanígy örülök, semmi baj, csak olyan hasonlított a hangjuk. Igen, igen, én azt gondolom, hogy így is azért jobban jártunk. Mint ha nem ő lenne. Ha nem lenne például hírszerkesztő, és mondjuk a Zsül vagy én olvasnánk fel a híreket. Így van, így van. Vannak ilyen apró tévedések az ember életében, nincs ezzel gond. Na gyerekek, mi volt tegnap? Én mondom nektek, édesanyámmal a Szent István kórház folyosóin töltöttem az időket hosszasan, egészen délutánig, úgyhogy ha látom már az izgatott SMS-eket, a mama jól van, köszönni szépen, nem akarok beszélni a magyar egészségügyről, mert egyébként meg maguk a dolgok benne. Nagyon tündérek, nagyon aranyosak, nagyon szuperek, a többi meg olyan, amilyen, tehát arról meg nem ők tehetnek feltétlenül. Jó, de akkor te minden rendben van? A mama jól van. Jól van. Ma megyünk. Akkor már csak a hálapénzt vittétek be. Persze, ez már csak egy ilyen visszalátogatás volt, meg azt ma kell még, ma érfestésre megyünk. Tehát Istenem. Gyerekek, igen. Ezt komolyan mondom. Én mondjuk 76 éves a mama, tehát egyébként ez már jár is egy picit. Tehát, már sokat látott, tehát picit már olyan, hogy neki már ez így kell is. Kell. Ahhoz, hogy így... Meg azon gondolkozom, hogy fizetsz egy életen keresztül TB-t. Hát legalább valamire valamit kapjál már vissza belőle. Érted? Vagy nem. Valami. Hát nem, na most képzeld el, az milyen, hogy befizeted, és semmi bajod nincs. Ott milyen szomorú az ember a végén, nem? Hogy 70-80 éves vagy, fizeted a TB-t, és semmi, egy rohadt aspirin nem vettél érte. Hát akkor már legyen valami. Emlékeim szerint édesapám ugye a főspednél dolgozott hosszú-hosszú időn keresztül, mint a főállású terautó sofőr, és ő mindig így 250 000, meg 500 000 kilométerenként kapott egy ilyen kis plakettet, meg nem tudom, valami üveg ezt-azt, meg megveregették a vállát, és mondta, hogy jó a János, na, ő meg mondta, hogy kopjatok már le. És megkapta a kis érmét, hazahozta, berakta a szekrénybe, aztán soha többet nem látta. De ő legalább kapott valamit. Most szerintem, hogyha valaki 10, 15, 20, 30 éven keresztül fizeti a TB-t úgy, hogy gyakorlatilag semmiféle kórházi ellátásban nem részesül, legalább kapjon már egy plakettet, nem vagy valami. Igen. Hogy köszönjük nem az rossz. Elmúlt 10 évet, jó helyre került a pénz. Nagyon sokan gyógyultak valami, az önpénzéből, és nagyon örülünk, hogy maga nem nyúlt hozzá. Tehát, hogy önre nem kellett fordítanunk. Nem. Szerintem ez tök jó. Tök jó lenne. És akkor itt is lehetne ugye egy bronz, az mondjuk 10 év, 20 évnél egy ezüst, és 30 évig, ha fizeted, és nem használod ki, ugye az egészséget, csak melózol és dolgozol, akkor az az aranyfokozatú. Tök jó. Ha megéred az szépen a 10 év balesetmentes fizetést. Mert hogy apukámnál mindig balesetmentes vezetést köszöntek meg ezzel. És akkor balesetmentes fizetés. Aha, azt egy. Tök jó, szerintem is. Legyenek. Ja, és bónusz is lenne. De ne, visszakapni nem. Ne. Az se jó. Azt mondja a Zsűr, hogy legyen bónuszrendszer, vagy kapjon vissza az ember, vagy kevesebbet kell fizetni. Ha kevesebbet kell fizetni, akkor...
Hát vagy leesőnek ilyen választható. Úgy omlik össze, hogy van. Választható szolgáltatások, tehát hogy amikor, tehát hogy tudják azt mondjuk, hogy 15 éven keresztül fizettél és nem vetted igénybe, akkor a következő nyíltörésednél mondjuk színes gipszet is választhatnál, vagy ilyesmi. De az se jó, nem? Az is drága. Azt tudod, hogy a normál gipszelnek. Igen. Ha akarsz, már van ilyen profi műanyag, amit fel kell csattintani, és sokkal kényelmesebb állítólag. De ha nincs szerencséd, akkor kicsit túlvállalták magukat gipszül, és rádraknak mindent, amiben van. Igen. Figyeljetek, srácok, nehogy itt kössön meg. Igen, hát tegyük rá ilyenről. Igen, hallottam már ilyenről. De hát csak az újabb törtelés válik be volt gipszel. Ennyi. Nem baj, legalább tart. De igen, tehát az a baj, hogy az meg drága. Tudod, azért fizetni kell. Tehát a műanyag gipsz gyártók, ez elég hülyén hangzik, azok viszont kiesnének pénztől. Tehát ez nem jó. És mi van, ha azt csináljuk, mert például van olyan, hogy bár túl zsúfoltak a kórházak, de néha van olyan, hogy egy-egy ágy felszabadul. És akkor fölhívnának téged, és azt mondják, hogy vadon úr, maga 25 éve fizeti a TB-t, még sose volt kórházban, hogy most Nyíregyházán van egy szabad ágy, egy hosszú étvége. Na, az öné. Jöjjön el. De csak úgy, hogy este ott tudnál aludni. Ha gyerek is jön, bepótágyazok. Akkor lenne pótágy. Így van, hát közös ágy nincs a Mónikával, tehát úgy lennétek, hogy te a fiú, ő a lány részlegem. Már régóta nincs nálunk ilyen, nem igény. Minden, de érted? De hogy is, nem igényelni, mint csak. Hogy külön szoba lenne. Külön szobátok lenne, de az lenne, hogy egyébként elmehetsz hosszú hétvégére Nyíregyházára, vagy Zalaegerszegre, Sopronba, ahol Szolnokra. Van. A Máv kórházba. A Szolnoki Máv jól hangzik. Kórház. Hétfőn jönnék be. Hol voltál, kérdezni. Jani? Igen, mi történt veled? Semmi. Hát azért azt nem mondanám. Az Szolnoki Máv kórházban töltöttem az időt. Lenne egy tárlatvezetés, tehát meg tudnád nézni, hogy mi van, de egyébként meg kimehetsz, tehát megnézheted Szolnokot. Érfestést, gipszet írnék. Hát az ne, az sok. Ne, sok? Ne, szerintem az nincs benne a pénzben. Annyi lenne benne a pénzben, hogy ott aludhatnál, és kapnál reggelit, amit ők kapnak, tehát ez át egy zsemleg kétszer parizerrel, egy csajtal, és meg egy vacsorát kapnál. Szerintem ez tök jó. Mielőtt valaki megírja, hogy mi mekkora bunkók vagyunk, hogy ezen humorizálunk, azért humorizálunk rajta, mert mondom, most én naponta járok be a mamával, is látom, hogy mik az állapotok, és egyetlen egy dolog a mentsége a kórházaknak az ott dolgozó személyzet. És hát, egyébként, hogyha hát ők rendesek... Hát, hogy vagyok őszintén, ha valamire nem lehet panaszkodni, az általában a nővérkéknek a viselkedés, a nővérkéknek a felkészültsége, a nővérkéknek a kedvessége. Én is voltam egyébként tegnap, ha nem is ilyen komoly ügyben, mert hogy most már örömhír ez mindannyiatok számára. Szerintem, hogy ismét hálhatunk együtt, mert már be vagyok oltva a hepatitis A és B ellen is. Jaj, de jó. És hastifus sem kell tőlem elkapnatok, nem kell félnetek tőlem. Később lesz egy tetanuszoltásom, és ha esetleg gondoljátok, annyira beavatatlak benneteket, hogy megválasztatjátok, hogy a bal vagy jobb farpofámba kapja. Igen. Az már popsis. Ha akarjátok, akkor választhatok, és akkor abba fogom adatni. Szóval így jó. És akkor elmentem ide, a Váci út 70-ben van egy ilyen oltóállomás, és iszonyatosan kedvesek voltak, udvariasak voltak, aranyosak voltak. Ki volt a doktornő? Egy nagyon kedves doktornő volt, erőteljes szláv akcentussal beszélt, és nagyon helyes, nagyon aranyos volt. És így többé-kevésbé értettük egymást, siettem, úgyhogy nem magyaráztam el mindent. Van, portán be, kell jelentkezni, most már úgy van, ugye? Nem. Előre időpontot. Ja, előre időpontot egyeztettünk, és akkor úgy mentem el gyakorlatilag. Na, precízen ugye... pontosan ott voltam, negyedórás késésen. Hát de az nálad belefér. Mindig hát most az a ízé két oltás, az meg mégis te leszel a műsorvezető a celebben. Az egy. A ízé az operatőr várjon. Jó, hát de a másik most nincs. A itt. Futottak még. Aki kell valaki még, hogy ne legyen ön üres a képernyő. Ott, szóval ott volt. Egyébként én is ott voltam. Nekem szerencsém volt, HEPA AB az nekem megvan. Jaj, de jó. Úgyhogy azt most kihagytam, és egy hastifusz ráerősítést kellett adni. Egy csodálatos, nagyon-nagyon kedves doktornő volt. Nagyon felkészült volt? Nagyon-nagyon felkészült volt. Én még maradtam volna, és nagyon aranyosak voltak. Ott megbeszéltük a dolgokat, kérdezték, hogy hova megyek, mondtam, hogy... Batogtak le elől a gombok az 501-esedről? Azt nem is volt bekapcsolva, amikor odaértem. Már akkor én odaértem, és akkor kérdezték, hogy hát hova utazunk, Ferik? Én mondtam, hogy én nagyon nem mennék sehova, de ez de a két... De ha már így feltetszett, dob le egy wellness hétvégére, elmetnénk Sárvára. Igen, vagy ha gondolja, akkor csak tessék. Nem tudom, a béka mit szól, ahogy? Hát semmit, ő addig nem tudom, hogy valamit csinál, de mondom, inkább Dél-Afrikába megyek, fölhúzta a szemöldökét, átnézett a szemüvege fölött, nem tudom, hogy ezt folytassuk még, de aztán mondta, hogy biztos. Szép ország. Mondta, hogy biztos, hogy oda megyek, mondtam, hogy igen, és kérdeztem, hogy ebola ellen van-e szere. Tehát hát, hogy neki már van, mert másnak még nincsen, a világon nincs, de hát ha a Váci úton már van ebola elleni szer, de nem volt. Nem volt, és mondta, hogy sok sikert, ha véletlenül visszajönnék, akkor viszont tudunk még találkozni az elkülönítőben. Teljes ellen, a malária ellen,
Ajánlottak valamit? Ajánlottak, de én ezt nem szeretném szedni. Á, biztos, hogy nem, mert amikor Dél-Amerikába mentünk és elkezdtük szedni, akkor azt a bizonyos gyógyszert, akkor mindenki meglehetősen rosszul lett, tőle tönkre vágta a gyomrunkat, de azóta már van egy újabb gyógyszer, ami sokkal kíméletesebb, ezt mondták nekem bent, és mondták, hogy érdemes, mondom, de hát mondom, malária hol van már Afrikában? Hát azt mondja, nem sok helyen, kivéve a Krüger Nemzeti Parkot, hol forgatunk? A Krüger Nemzeti Parkban. Jó, hát így van, én nem fogok kimenni a forgatási területre, ez biztos, Zsüllel ülünk bent a szállodánkban, ha lesz olyanunk, és iszunk egy valamit. És hát mi viszont ezért nem szedjük a malária elleni gyógyszert. Nem lehet rá drinkelni. Aha. Ugye? Valamiért, gyerekek, bátran kell élni. Alig várom már ezt az októbert. Jaj, de jó lesz. Hát ti legalább dolgoztok. Ja, igen, és nem keveset. Mi van, kaptál valami? Ja, nem, semmi. Ja, mit? Azt hittet a borítékról, hogy hívják. Nem, olyan múltkor nem adtam hálapénzt, légy szív, mikor legközelebb mentek a mamával, add már. Adja már. Na kérem, szépen akkor továbbra is lehet a Facebookon ugye tippelni arra, hogy ki lesz ma a műsorvezető kollégánk, vagy társunk. 7-től egészen 10 óráig lesz egy ajándékcsomag, amit szeretnénk majd átadni, és mivel bőven van még időnk fél hétig, ezért szerintem már most rockerkedjünk. Igen, tegyük ezt. Szerintem igen, mert az elmúlt napokban annyira örült neki mindenki. Jó, figyeljetek. Én azt gondolom, hogy még mielőtt véletlenül esetleg azt következne be, hogy Balázs elnézte az időpontokat, és már itt berobbanna, és akkor ránézne a képernyőre, és azt mondja, rám is te hülyék vagytok, kapcsolási faktor, hogy gyorsan toljuk is lesz a kis számot, hogy bekészítettük. Hát, ha beér fél hétre, vagy mi? Na, mehetünk akkor. Hogy is mondjam, kicsit sötét hangulatú. Igaz? Itt, ugye, de egyébként nem, szerintem egy picit ilyen középutas, tehát, hogy nem kifejezetten szigorú. Szigorúnak szigorú, egy mint szigorú minden egyes sem szám, igen, kicsit menetelő zenéről van szó. Jó kis militáns. Németek ők? Igen. Jó kérdés volt? Igen, a Links Zweidreich Fearből talán kitalálhatod volna. Nem lehet egy olyan angol zenekar, aki szeretnél. Igen, akit németről szeretnek. Figyelj, a Scorpions németként angolul énekel. Nem lehetne Rammstein néven egy olyan német vagy angol zenekar, akik azt mondják, hogy mi viszont oda csapunk. Megfogtál. Hát figyelj, kuriózum lehetne. Biztos szeretnék őket ott a Szigetországban. Ja, Isten, na végre jó zene a klasszon. Zúzzad, ez egy jó nap lesz. Imádom, köszi fiú. Giza, na végre zene, jó reggelt, Imi a koporsós. Te az az Imi vagy? Írd meg, légy szíves. Egyszer beszéltünk egy koporsóssal, ami ugye egy jófaipari szakma, meg aztán hát egyéb is van mellette, hogy az vagy-e, akivel egyszer annó beszéltünk. Kíváncsi vagyok, hogy van-e, aki kiakadt rajta a zenén? Nem, szerintem nem. Nem. Miért tennének ilyet? Igényesek, nyitottak. Semmi gond nincsen. Jó, nézzen, tényleg nincsen. Okay, tényleg jó. Nincs ezeket semmi. Mindig kigyűjtjük, ezeket az SMS-eket később, és megmutatjuk a programigazgatónknak. Hát szerették. De látod, mikor ott kell állni majd a szőnyek széni. Azt mondi, hogy már sokan jelentkeztek a fekete-fehér igennemi játékra, különösen azokat üdvözöljük, akik ezt a jó reggelt játékra jelentkeznék, a Balázsra játszanék, mert ő a példaképen. Uh-huh. Szerintem őt hívjuk. Ezt tegyük el holnapra. Ne, szerintem ő vele kéne most játszani, mert figyelj, igazi kicseszés egyébként, ha belegondolsz, hogy valaki évek óta készül arra, hogy a kedvencével játszon, és akkor hívjuk vissza, amikor nincs. És utána majd legközelebb egy pár hónap múlva megint lesz lehetősége játékra. Hát figyelj, megpróbálkozhatunk vele. Csak ezek után már nem fogja fölvenni. Mert hogy most érted, ha holnap már megjön a Balázs, és azt mondja, hogy mégse akar vele játszani, akkor nem fogjuk soha többet visszahívni. Aha. Tehát Tamás Baktalóránt házáról azt döntsd el, hogy most én megadnám a lehetőséget, szerintem így összenézek mindenkivel, hogy ma játszhatsz, és esetleg nyerhetsz, viszont nem tudsz a Balázsra játszani, mert nincs. De ha ma nem hívunk vissza, akkor lehet, hogy mit tenni, majd csak egy év múlva. Jó, de ki hasonlít közülnek a legjobban Balázsra? A Zsül, igen. Azt mondja, én nem. Te most az ő székében ülsz, én elég régóta dolgozom vele együtt, Domi Vásonyos is nincsen őt, mert neki a fejmérete megegyezett vele, de már ő sem lehet, akkor ki? Ki lehet? A Laci. A Laci, csak a leckét az. Laci a szerkesztőnk, majd meglátjuk. Jó, Anna fog úgy is választani, tudjátok, mi egy maximum irányvonalakat adhatunk ebben a dologban. Sok kérdés van a rockzenével kapcsolatosan, hogy lesz-e még 8-kor is? Hát természetesen lesz, az nyilván egy kicsit lájtosabb eresztés lesz. Így van, olyankor már nem csapkodjuk meg annyira. Így van, olyankor már túl sok főnökünk van ébren. Tegnap nagyon szűk arccal jött a Titus, hogy szűk szemmel. Igen. Lehet,
lehet, hogy ennek szólt, nem baj. Jó reggelt, Titus, szeretettel köszöntünk, reméljük te is fölébredtél. Na szóval vissza a játékhoz, lehet jelentkezni, egyelőre 2-0 az állás, tehát egészen jól teljesítettünk, ha ezt ma behúzzuk, akkor megvan a hét, de lehet az is, hogy hátradőlünk, holnap meg Balázs majd bizonyít, úgyhogy SMS-ben jelentkezzetek, ugyanide jöhetnek a közlekedési információk, az mindenkinek segítség, ezeket megpróbáljuk majd továbbadni. 7 órától egészülünk ki, egy harmadik műsorvezetővel, azt a Facebookon tudjátok intézni. A szavazás már nem, de ilyen, ahogy is mondjuk, kérdés van, hogy ki lesz az. Így van, és egy ajándékcsomagot lehet vele nyerni. A hírek után jövünk vissza. 4 percen múlt el 3:47, jó reggelt mindenkinek. Miért kell sátánista zenét játszani? Szegény a vicsi. Nem, de tényleg. Egyébként tökéletesen igazad van. Ugye? Most miért kell ezt? Ön kedves, jó indulatú fiatal, mert szerintem nem áldoz macskákat fekete meséken, és nem a bajgat kecskéket. Hey Brother címmel. Hátulról. Ugye, hogy mindannyian testvérek vagyunk, a se fúj. Így van. Komoly a szegény fiú. Na mindegy, ez van. De sajnálom. Istenem. M385-ös kavicsnál mér a hatóság Pest felé, STI 46 írta nekünk Trafi Miskolc Gömöri felüljárónál, Fehér Oktávia, Trafi M3 Budapest felé, ez valószínűleg mind a három ugyanaz volt, de legalább megerősítettem. Érted? Tehát ha valaki arra felé jár, akkor azt tudja, hogy ott vigyázni kell. M43-oson ömlik az eső, belevágott az antennámba valami villám, mert Morning helyett Rammstein szikrázik a hangszóróból, nem tudom mi lett, Ramos. Köszönjük szépen. Hát az volt, így van a hír. Az volt, így van, egy kis militáns zene. Annál is inkább, mert lesz egy hasonlóan militáns témánk. 8 óra után érkezik ide a stúdiónkba a Koltai Arnold nyugállományú alezredes úr. Nem mondd már ezt a nyugállományút, olyan rossz. A nyugállományúrról az jut eszedbe, hogy egy ilyen kicsit megkeseredett. Igen, aztán amikor bejön, amikor bejön a két lábon járó monolit. Igen, akkor így mondod, hogy biztos maga az Ales. Igen, biztos, hogy nyugállományú, de hát miért, Istenem, miért? Miért kellett ez, de tényleg, de annyi szép év van még maga előtt. Ez a Magyar Honvédség egyik szégyene, de hát erről most ne beszéljük. Viszont ő az, aki Magyarországon meghonosította, ugye egyrészt az ilyen különleges öröknél hagyományos kiképzési formákat, mert hogy ő is egyébként részt vett korábban egy ranger kiképzésen, és azon kevés magyar katonák közé, vagy ex-katonák közé tartozik, akik végigcsinálták ezt a nagyon kemény tortúrát, és utána Magyarországon létrehozta a rohamlövészképzést, később pedig, amikor nyugállományba vonult, létrehozott egy másik, elsősorban civileknek szóló kis történetet, amit úgy hívnak, hogy Elite Challenge. Ez gyakorlatilag egy 5 napos tortúra, amely során hát elég sok érdekes dolog történik azokkal a bátrakkal, azokkal a bátor hölgyekkel, mert most már ezt is lehet mondani egyébként. És nőt hoz nekünk. Most hát elviekben igen, gyakorlatilag szerintem nem. Mert hogy úgy volt, hogy hölgy fog vele jönni, az első olyan hölgy, aki több napot is kibírt az Elite Challenge-en, de szerintem nem ő fog érkezni, hanem egy srác. Aha. Ah, most kicsit szomorú lett. Aha, lehet. Hát lehet, hogy nem sikerült felébreszteni még egyelőre. Még alszik igen, az most pótol. Szegény, de majd ezt az Arnold elmondja, szóval 8 óra után, aha, akit érdekel, hát mindenképpen figyelje, szerintem ennél a történetnél, az 5 napos kihívásnál ennél tökösebb, férfiasabb, keményebb sztori nincsen jelenleg az országban, beleértve az összes ultra futóversenyt. Hát Dombi tegnapi 20 kilométeres futása azért. Hát kinek az, mi? Azért az, na, azért az nem kevés. A rohamlövész az fut és lő? Kb. Igen, össze is foglaltad a lényeg. Tényleg? Szerencsétlen hülye. Mit keresek itt mellette, gondolja Vadon János, de én tolmácsolom. Most viszont következzen a fekete-fehér, igen, nem? Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Anna! Hát szervusztok, drága fiú. Jaj, jó reggel. Jó reggel. Jó reggel, nektek is, Jani. De jó. De jó, hogy egy hölgyel játszunk, egy hölgyel beszéltünk korán reggel. Ez a horrorisztikus nevetésetek, amikor elkezdettek... Megijedtél, ugye? Előre menekülünk. Nem kiesik a telefon itt a kezemből. Ez direkt azért van... Telefonon keresztül, mert ugye a rádión is másképp hallani, meg itt is. Így van, ez direkt a megfélemlítést. Tehát ez az egyetlen fegyverünk. Mert jobban remegjen az igen, ember, kicsit bénák mi? Vagyunk, ezért aztán ez az egyetlen fegyverünk, bár a bénaságot nem támasztja alá a 2-0-ás eredmény ezen a héten. Nem vagyunk rosszak.
nem kell dicsekedni ennyire. Ja, vaktyuk is találszem. Így van, de nem dicsekvés volt, csak... hallgatókat is győzni már egyszer. Sima tény megállapítás volt, Anna drága. Honnan jelentkeztél a játékra? Budapestről. Budapest, és mivel foglalkozol? Hát én most már nem vagyok aktív, de közgazdás vagyok. Aha, nyugállományok közgazdás. Nyugállomány. Pontosan. Nyugállomány. Most mondtátok az előbb, hogy nem jó szó a nyugállomány. Hát ki van, akire alkalmazható, de Aless úrra kiérkezik hozzánk 8-tól, nem annyira jellemző ez. No, Anna, kivel szeretné játszani? Hát én úgy gondoltam, hogy a Janival. A Jani erre nem volt viszont felkészülve, de nem baj, összekapja magát. Részemről a megtiszteltetés. Jani annyira fliplangos fiú, hogy ő biztos készül annyira, hogy jó alá... Izéljél a Jani alá. Én azt gondolom, hogy egy nyelvet beszél. Alát fognak izélni. Kapd össze magad. Na, Anna, akkor el is kezdjük a játékot. 3-2-1, tessék. Anna, szeretnél kérdezni? Ez a standard kérdés. Janikám. Parancs. Kérdeznék, ha megengeded. Persze. Csak nyugodtan. Mondjál el nekem valamit. Honnan szoktad szedni a hármas ugrásznak a kérdéseit? Nagyon sok helyről, könyvekből, internetről, újságokból, és igyekszem őket úgy megformálni, úgy megírni ezeket a kérdéseket, hogy ne köszönjön vissza egyetlen kérdéssel máshonnan. Szereted a kvízműsorokat? Erre voltam kíváncsi, szoktalak benneteket mindig hallgatni. Mondjuk én a magam részéről sokkal jobban szeretem, amikor a kirándulásokról, ilyenekről beszélt, mint a... Te is szeretsz kirándulni? Sportba, meg a focira. Szeretek, igen, nagyon sokat. Aj, de kár érte! Jaj, de ügyes voltál, jól játszottál. Ej, de jó volt. Kicsit nem vettél tudomást a kérdésekről. Anna nem zavartatta magát. Anna nem zavartatta magát. Egyébként csak mondom, hogy volt egy igen, Anna, de az már szerintem időn túl. Tehát itt a legvégén már nagyon tapsoltunk. Így van. Megvan. Megvan ez a csomag. Jaj, aranypicik életeim. Hát nagyon örülök. Most már elmondom azt is, hogy miért akartam, még nem jelentettem játékra soha, és hát első leszek 70 éves. Ó, jaj, gratulálunk, hát Isten éltessen sokáig. Gratulálunk, különösen köszönjük az arany pici életeim megszólítást, ez az én esetemben mindig. Így szoktam, úgyhogy nagyon szeretlek, de tényleg, Jani, sokszor hadd mondjam már valamit, annyiszor játszani, mert sokat tudok, de például ezeket a nyomorult focistákat, én gyereket nem hittem, de nagyon szeretem az úszókat, a kajakozókat. Aha. Ilyeneket rohadtul keresem. Jó, amikor te fogsz hármasugrást játszani, akkor kitiltatom a focis kérdéseket, tehát semmi Neymar, meg Messi, meg jó, nem tudom, Ronaldo. Jó, de a többi az nem, érted, a filmekért is. Világos, hát az kis újból megy neked. Ja. Ha holnap... Vágom, ha holnap hallgatod majd a hármasugrás játékot, akkor lesz benne egy kérdés, ami mondjuk, mi legyen, úszás legyen, vagy kajakkenu. Melyiket hát szeretnéd? Jó, na. És abban a pillanatban, ahogy ez a kérdés elhangzik, majd az elejére teszem, akkor gondolj arra, hogy ez csak neked írodott. Anna, köszönjük szépen! Én gratulálunk még egyszer, ügyes voltál. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon örülök, nagyon nagy Mi is örülünk, és nagyon örülök neki, hogy tényleg ennyire szeretted a kvízműsorokat, meg a hármasugrást, és bár ez a műfaj is már kezd azért egy kicsit így, hogy is mondjam, elkopni, már Kassa Tibinek is lesz biztos való. Külföldre is nagyon sokat jártam. Jani jártál, csak egyet jártál például Jordániába? Jaj, nem sajnos, de nagyon akarok. Jani, mennyire olyan szép, hogy életemben... Anna drága, nem akarom beléd folytani a szót, csak 7 óra hírek van, és csúnyán meg fognak bennünket verni a főnökeink, és büntetni. Csók drága, nagyon örülünk, hogy hallottunk. Köszönjük. Szia, vigyázz magadra. 2 perc múlva 7 óra jönnek mindjárt a friss hírek, és utána pedig a plusz műsor vezetőnkkel egyetemben kiegészülve folytatódik a Morning Show. 5 perc múlva lesz 4-8, jó reggelt, szevasztok, Budakeszi út, lassú a haladás a laktanyánál, felbontották az utat. Azt mondja, szia Jani, szeretettel várunk 30-án Diósgyőrbe. Most írjuk meg a felújított vár. Kaptál meg hívót? Nem kaptam, hát de ezt, ott vagyok. Ezt, konkrétan ez a hétvégi program. Abszolút képbe vagyok, mint ahogy általában minden ilyen témákkal kapcsolatos témákban.
átadásokban, felújításokban, stb. Napra kész vagyok, ott vagyok 30-án vagy 31-én. Én, ha egy felújítanék egy ilyen diósgyőri várat, érted, akkor, tehát, hogy tudja, hogy az lenne az első, hogy Janinak küldök egy meghívót, nem? De tényleg kicsit diósgyőriek, szedjétek. Legalább akkorra már, amikor a közműveket ássák. Ja, persze, hát gyere segíts, gyere segíts. Figyelj, te egyébként elmentél volna. Elhány. Kicsit, nem, hogy az, hogy egy követ én tettem be a diósgyőri várba. Állítólag egyébként tényleg nagyon-nagyon szép lesz. Trafin 81-es úton 16-os kilométernél Fehérvár felé a menüket mérik. M6 Iváncsai lehajtó Pest felé trafi, és trafi a 26-oson is Kazincbarcika belterületén, meg a 33-as úton a látóképi tónál a Debrecen felől érkezőket mérik. Rettenet mennyiségű tipp érkezett. Rettenet mennyiségű találgatás, hogy ki lehet az a férfi, akit méltóvá tettünk arra, hogy beüljön mellé. Okozzunk csalódást rögtön. Hölgyeim és uraim, Kovács Áron! Hey, Jürgen! Nem, szerintem nem okozunk. Egyáltalán nem. A várba, az, bocsánat, csak kapcsolódnék az előző, hogy viszel sárkányt, vagy egyedül mész? De. Ezekre a várlátogatásokra. Jön velem Móni is, hogy itt kérdezik. Ez a gyerek is. De mindig Pallos is van. Ott minden van egyébként, és nagyon okos gondolatok is vannak. Ez így idegen vezető hölgy mesélt egy pár évvel ezelőtt, hogy volt egyszer egy olyan beszélgetésnek a fültanája, amikor egy hölgy mondta a férjének, hogy gyönyörű szép ez a vár, de hogy építhették mellé ezt a ronda, hogy hívják ott? Vagy nem, hogy építhették a várat emellé a ronda gyár mellé? Jó. Hát figyelj, akkor még nem gondolkoztak ezen, a gyár már megvolt, valahol volt így helye van. A várnak, akkor tegyük valami oda. Valamilyen be kellett védeni. Áron, hát na, mi van na. Veled? Figyelj, óriási, minden óriási, az égvilágon semmi. Mitől van ilyen színed? Kezdjük talán ezzel. Most két nap érkeztem haza barna a tengerpartról, igen. A horvát tengerpartról. Ne irigyeljél, mert családi nyaralás volt. Ja, nem úgy, hogy... pénz és idő. Tényleg, hogy van az, hogy itt például mi hármunk közül egyikünk se tudott külföldre. Ja, de mi ketten nem tudtunk külföldre menni az idén. Na? Hát jó, hát ez nem, nálam nem nagy meglepetés. Jó, én hazudtam, mert egyszer voltam én is, de hogy nézd meg. Hát mert rátuk itt van szükség, gyerekek. Hát jaj, ennyi, de rendes hát, vagy. Ti vagytok az egyetlen, aki a saját hazájában tud proféta lenni. Hát ezt használjátok ki. Meg ez ki is kell, nem? Mi van a hétvégi műsoroddal? Most hallgattam szombaton, mondom, felkészülök belőled. Igen? Semmi újat nem tudtam meg. Na miről? Hát rólam. Rólam? Hát ez a rúzsi nem rólam szól. Tehát vannak ott a zenék, és akkor igazából én csak a savasföldre tartom a kezemben. De hol megy ez a Juventuson? Igen. És köszönjük, hogy elengedtek ide. Igen, a NAS ekrán horvát nyelvű adásában voltam most. Na azért is jó, hogy itt vagy, mert egy olyan témával na, kezdünk most. Miért jó? Hát több oka is neked van, de jó? Az egyik az az, hogy iskola kezdés van. Igen, beiratkoztam. Igen, kezdem előre. És hogy neked van ugye kettő fő nagyszerű minőségű gyermeked, akiből az egyik iskolás lesz az idén. Így van. Szerintem ez óriási trauma minden család életében, vagy nem tudom, hogy ti hogy élitek meg, mert ugye ki kell találni, hogy hova akarod iratni a gyereket. Most már nem úgy van, hogy a faluba, ahol laksz, oda be, mert nálunk ez úgy volt, úgy kígyósi voltam, eszébe nem jutott senkinek, hogy mondjuk én járjak Békés Csabára iskolába. Erről nem akarok beszélni, valahogy Csajos nincsen? Jó, hogy nem akarsz beszélni igazából, most akkor megkérjük majd a Lacit, a szerkesztőnket, hogy dobjon már be helyette egy Jolly Joker témát. Meg egyébként voltak néhány, aki például tegnap olvastam a Facebook oldalon, azt írták, hogy a vendégműsor vezetőkkel kapcsolatos privát dolgokra nem annyira kíváncsiak, és ezért most hagyunk is téged, most te vagy a kísérleti alany, ebből a szempontból kit érdekel, hogy mi van veled, kit érdekel, hogy mit csinálsz, mi foglalkoztat. Mi érdekel mostanában, halljunk egy olyan témát, ami mindenkit érdekelhet, akinek egyébként van gyermeke az országban, illetve hát azért vagyunk őszintén, nekünk is ugye most ez egy elég komoly trauma a gyerek számára, hogy véget ért a nyár, most már nem játszhat annyit, nem bandázhat annyit, nem foglalkozhat annyi dologgal, amit ő szeret, most olyan dolgokkal kell foglalkozni, amit mások szeretnek. Te egy nagyon szimpatikus ember vagy, hogy te a gyerek miatt vagy most oda. Tehát elmondod az összes dolgot, ami miatt a gyereknek rossz. Engem ez nem érdekel. Tehát, hogy a gyereknek miért rossz az iskola. A szimpatikus apuka. Pont nem érdekel. Hát nyilván abban az életszakaszban oldja meg. Hát ezekkel a kihívásokkal szembe kell nézni. Lesz még rosszabb is. Ezt üzenem a drága kisfiamnak, meg mindenkinek, aki iskolába megy, hogy lesz sokkal rosszabb. Ami a viszont engem az első egyest. Én magam sokkal jobban sajnálom például a saját gyerekemnél, mert hogy nektek ez, hát most rossz helyen mondom,
helybe jöttem meg én a szerszámért, mert hogy nektek most ezt rossz helyen mondom, de az, hogy nekem minden nap 6:30-kor kell kelnem. Azért, mert a gyerekemnek be kell érni az iskolába, ez egy olyan logikai bukfenc, amit egyrészt kikérek magamnak, másrészt viszont nem tudok elkerülni. Hát ez szörnyű a 6:30. Az borzalmas lesz. Ugye majd 4:30-kor, mikor mi kellünk a Janival, majd így gondolunk rád, jó? Azért mondom, hogy ezt rossz helyen sütöttem. Írjuk már majd egy ilyen levelet, amit aztán nagyon sokan aláírunk, jó, hogy biztos van ilyen, hogy oktatáspolitikai államtitkára, meg kultuszminiszter, meg ilyenek, hogy kezdeményezzük már, hogy egy kicsit később kezdődjön a tanítás minden nap azért, hogy Áronnak neki ilyen 6:30-kor kell, hát, azt mondtad? Abszolút, vagy az első órát, mit tudom én, lehessen Skype-on teljesíteni. Tehát otthon reggelizés közben mártogatja a kakaós kalácsot, nem, a kalácsot a kakaóba, és közben az első óra ott le is zajlik. Mert tulajdonképpen reggel 8-kor mi történt veled, bármi fontos az iskolában reggel 8-tól 9-ig? Soha. Hát várjál, reggel 8-tól 9-ig, ez mindig az első óra, szerintem hát ez igen, az ébredés, a nyitott szemmel alvás. Az, körülbelül, tehát hogy azt akár át is lehetne ugrani. De jó, de mindegy, hülyéskedtem. A lényeg az, hogy nekem ez egy életformaváltás lesz, mert alapvetően most éjszaka élek, én mit tudom, én reggel alszom a legjobban, de hát ennek most vége. Hát miért nem a feleséged viszi a gyereket? Érte? Hát mert ő neki most egy 5 hónapos gyerek van a karján, illetve ha még csak a karján lenne. De reggel, máshol is, már kapaszkodik. De lóg az máshol is, tehát nyilvánvaló úgy berobogni egy iskolába, hogy közben így cibáld magad, de lobog a gyerek a melleden, az nem annyira. Mert ő megszülte őket, Feri. Így van, és apukának is kell valamit vállalni. Nekem is, apa dolga. Igen, mert én idáig csak szórakoztam. Tehát ez is érdekes egyébként, amikor apukának gratulálnak a gyerekhez. Hogy mindig mondják, hogy gratulál, és mindig ugyanazt szoktam mondani, hogy én csak szórakoztam. Tehát, hogy igazából ugyanazt csináltam, mint bármikor, és nagyon jól éreztem magam. És nem tudtam, mit csinálok. Igen, nem. De most már igen, ez van. Tehát, hogy na mindegy, az iskola az részemről ennyi. Egyébként olyan iskolában megy a gyermekem, ahol nincs ez a nagy táska, nagy csomag, nincs le házi feladat. Olyan szellemiségű iskola, hogy ami a tanulás, ez bent történik. Ami bennmarad, bennmarad, ami van, nem, és az otthon nem. Meg legyen gyerek az a gyerek, mert tehát ő azért, tehát otthon ne egy izét csináljunk belőle egy ilyen tanulórobotot, és erre hát nem tudjuk, hogy ez milyen. Valami alternatív vonal? Kimondhatod? Hát, mert Waldorfos lesz most, ha ezt így szabad mondanom, és az olyan, hogy a statisztikák szerint jobban érettségiznek, mint azok, akik nem oda járnak, dacára annak egyébként, hogy a maga a légkör az ilyen, amit elmondtam, hogy nem kell házi feladat. Mert az minek? Az mondjuk okos, ez mondjuk tényleg jó döntés. Én akkor nem a gyerekből meg... indultál ki, nem a gyerek képességéből, hanem a sajátodból, úgy látom. Abszolút. De hát a lusta szülők azok számítanak, tehát a vekerdés elmondja mindig, hogy hát az, hogy egy szülő lusta, és nem akar otthon abban meggebedni, hogy előveszi, tehát hogy már kifázol a harmadikos mateknál, mert azért arra van esély nálam, vagy mondjuk hetedikbe, tehát ott már... De akkor csináld úgy, hogy rögtön az elsőtől kezdve követed az eseményeket, és te magad is tanulsz vele. Na? De mondom, hogy ilyen nincs, tehát, hogy neked nem kell vele tanulni, te az életre neveled a gyereket, de gyereknek neveled. Így van. Ezért lett. És oda benne, hogy Chicagóban, mit tudom én, állattenyésztés van, meg húsipar, azt nekem nem kell tudni. Érted? De miért, ha Chicagóban mész? Tudtad, hogy Chicagóban húsipar van? Hát de, és ha egyszer oda mész, érted? És felkészületlenül ér, hogy ott tehenek vannak mindenfelé az út mentén. Na? Nem voltam, és voltam Amerikában, az első utam a Vágóhídra vezetett. Mert azt tudtam, hogy az van. Tehát az összes, az kérdéses volt. Gyötrődtök már régóta, tehát egy évvel ezelőtt elkezdtétek, hogy hova menjen a gyerek, mert nálunk most úgy, hogy a Pannának van még egy éve, de már most el kell kezdeni gondolkozni arra, vagy azzal kapcsolatosan, hogy felkészítőbe járhatod a gyereket, az 5 éves gyereket, érted? Elfogad. Na jó, hát ezt a hülyék csinálják, Feri. Kösz. Aha, de tényleg, én kérek elnézést azoknak, akik így készültek. Igen, tényleg. Anna, te is egy hülye vagy, aki felkészítőre jártál a gyerekeddel, az áron megmondta. 5 évesen felkészítő, mert ne idegesítsél már. De az nem az van, hogy matek példákat kell megoldani, hanem hogy vissza kell tapsolni ritmusképleteket, tudod? Tehát, hogy így nézik a gyereket, hogy mire alkalmas. És ha nem, 5 évesen nem tapsolja vissza. Menet a tornazsák az uzsonást, a szagyóra ezzel... és a iskolatáskával, mert az egyébként kell a gyereknek. Igen, tesztkérdések Magyarország celebéről, kifázik a gyereket. Igen. És figyelj, az van, hogy ahova ugye az én fiam, az pont az ellenkezője, mert ugye ez azt mondja, amit most itt hallok, hogyha valaki 5 évesen nem tapsol vissza egy ritmusképletet, vagy azon a kvázi vizsgán elbukik, akkor az hát ide nem járhat, mert ez a gyerek ez hülye. Miközben a gyerekek fejlődési szintje ebben az életszakaszban teljesen eltérő, tök eltérő. Aha. Tehát simán lehet, hogy Albert Einstein 5 évesen nem tapsolta vissza a ritmusképletet, de győzik-e? Igen. Érted? És akkor hát ez elég nem... erős párhuzam, de hát próbálom érteni. Hát most mondtam érteni. Valamit. Tehát hogy a lényeg az, hogy igazából amikor a gyerekeknek körülbelül azonos szinten kell lenni, uh-huh. mindenféle értelemben, az pont a 7.-8. osztály. Ezek az Albert Einstein-es történetek, ez a, hogy hívják, a megbukott az érettségi, meg nem, ezeket hülyeség. Olyanok szokták mondani, hogy Lacika, melyik a piros pöttyös labda, az nem, az kék kocka, nem mindegy. Albert Einstein bácsi is egyébként.
Tehát, hogy az is hülye volt. Igen, mit volt egy kellett csinálni? Mit kell csinálni az előkészítőn? Tapsolj vissza, tessék. Nem, ez egyáltalán nem ilyen szigorú, mi egy önkormányzati normál iskolába irattuk a Karinát, kezdi szeptember 1-én. Nem telik a Windowsra. Nem telik egy Windows iskolára, amiben te iratod a gyereket. Nem, én nem is értek egyet annyira, nem akarok ebbe belemenni, nem vagyok Waldorf rajongó különösebben. Nem veszettek össze, csak annyit kérdeztünk annak, hogy mit csináltatok az előkészítőt. Novembertől kellett járni, tök játékos volt, minden szerdán volt, szaladgáltak a tornateremben. Na, látod, nem olyan dolog volt, viszont ha emelt szintű oktatást akarsz a gyerekednek önkormányzati, tehát normál állami iskolába, akkor bizony legyen egyfajta olyan dolog, hogy lássák azt a szülőn, hogy igenis elviszi a gyereket mondjuk az előkészítőre, ahol játékos feladatok voltak, mondom, papír, mit tudom én, csigát ragasztottak, meg kis csibét gyurmáztak, meg nem kis tudom csibét, én micsoda. Papírcsigából. És a csigaragasztásból kiderül, hogy a gyerek később mennyire lesz tehetséges, mondjuk a nyelvek területén. Ne, hát kézművességért, tehát foglalkozol vele, megszokja hát az iskolát. Nem is akarsz a gyerek? Tehát nem, de az derül ki, hogy jársz-e rendszeresen, elmész-e novembertől márciusig, ott van-e a gyerek, tudja-e vállalni azt a család, hogy viszed őt mondjuk 3,5 hónapon keresztül, hogy megismerkedjen az iskolával. Ez volt az egy, hogy ennek meg kell lennie. Ha körzetes vagy, az nem árt, bár szabadiskola választás van. A harmadik pedig, hogy jelenjél meg egy ilyen játékos felvételin. Ez nem olyan dolog volt, hogy benn ül egy bizottság, bejön a gyerek, és akkor tessék. Nem ez de volt. Gondolom, vannak gyerekek, akiket elküldenek, nem? Tehát igen, úgy jön ki a kisgyerek. Hát sajnos kell egy szelekció. Egész nap csigát ragasztottam, és tökös, az összes fölmaradt maradt a falon. Na jó, jó. A Waldorfban van rész, és mindenkit fölvesznek. Igen, ott fölvesznek, mert fizetős. Hát szerintem fölvesznek, igen. Na most ebben nem menjünk. Egy fizetős iskola, de igen. Én láttam, hogy abban nem a kastélyban tudom, házasodott a királyi pár Angliában, a Waldorfi kastélyban. Nekem ez elég volt. Mit tudok, jó megy nekik. A megalapozott iskola választó a fuga. Látod, mi lett volna akkor, hogy az Annának csinálsz egy gyereket? Na például. Na gondolj, mi lenne? Na mi lenne? Hát semmi. Hát én azt gondolom, hogy tehát, hogy a fejlődés... Majdnem kicsúszod. Ez később fog kiderülni. Az a baj egyébként, bármilyen is lehet okoskodni, meg az ember kitalálhat bármit a gyerekének, ez akkor fog kiderülni, amikor már oda jár, amikor leérettségizett. Jó, csak mondjuk, amikor leérettségizett már a gyerek, akkor tudod, hogy ezt mondod, hogy... Hát ez nem jött be. Viszont, hát na majd legközelebb, majd le ide mellém, nem sikerült az érettségi, anyu a hibás, mert de legalább ingatyánk rád ment. A történelem az nem annyira megy, de úgy rakasz csigát a gyerek, hogy ez most csak példának mondtam, figyelj, itt ez arról szól, hogy szokd meg az iskolát. Ez nem arról szólt, hogy bármit csinálhattak, hogy szokd meg azt az épületet, ahova szeptember 1-től járni fogsz. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy úgy megy be a lányom szeptember 1-én, hogy már 3,5 hónapot eltöltött abba az intézménybe. Tudja ki a tanítónéni, pontosan megismert jó pár osztálytársa, tudja a termet, egyebek. Tehát mi is ismerjük a tanítónéni. Azt akarom mondani, hogy rossz irányba megyünk, értem, hogy ne csapjon össze a hagyományos oktatás a Waldorffal, mert ehhez azért ennyire. Nem azért jöttem, hogy ez négyszerű, én most le is raktam a baseball ütőt. Miután az Annát nagyon vertem. Én föl se vettem, csak mondtam. Mondom akkor, a következő a témánk. Egy felmérés szerint egy gyermek beiskolázása átlagosan 41.000 forinttal terheli meg augusztusban a családi kasszát. Pont ennyi volt. Aha. Mi a rák kerül 41.000 forintba egy első osztályos iskolásnál, gyerekek? Hát, micsoda? Én azt tudom megmondani, hogy minden. Tehát nálunk, még, tehát nálunk, az én találmányomban. A gyerek egy halasbicskát kell, hogy vigyen, csak mert mindent ott kifarag magának, ha tud faragni, ha nem, akkor. A Wallendorfnál ez úgy van, hogy semmit nem kell venni. Így van. Aha. Tehát viszel egy ilyen valami krétakukacot, vagy mit, ami egy ilyen kukac, ami olyan, mint a sebész, tudjátok, vannak ezek a filmek, amikor így kigördíti a kínzó eszközöket a bukott sebész, aki éppen embereket kínoz, és akkor van neki egy ilyen összetekert bő. Aha. Persze, milyen érdekes pár, remélem nem hallgatják most majd, ahova megyünk. Aha, most írhatod ki a gyereket. Kigyör, igen, azt mondja, hogy a ABC-sérékkel, na, tehát igen, fűrész háromból, tehát amikor kigördítik ezt a bőr valamit, amiben be vannak tűzködve különböző eszközök, ezt használják az orvosok is, fogorvosok is, stb. Igen, na, és hasonlót. Kréta kukac, ebben kréták vannak, meg olyan dolgok, amivel rajzolnak. Ezzel kell iskolába menni, meg vigyen valami melegholmit, meg mit tudom én. Aha. A többiben azt elindít, tehát nem kell vizét cipelni, könyveket, nem tudom, ilyen baromságokat, hanem, mert minek?
Tehát mondjuk itt ez a szellemiség. Jó, akkor beszélgessünk azzal, aki iskolába jár. Náluk se kell könyveket cipelni, hadd mondjam el. Csak úgy nézek a gyerekek, maradnak, Boba Fett érted egy ilyen rakétával a hátán megy be, és... Otthon tanulás nálunk sincs. Na, hát akkor tessék. Ti nem érzitek, hogy egy picit így a fejtől bűzlik a hal, hogy itt ez az egész tényleg arról szól, hogy Áron egyszerűen nem hajlandó a gyerekkel házi feladatokat átvenni, nem hajlandó vele tanulni, külön órákra menni. Na hát itt hasonlóképpen jó, van. Jó, a 41 ezer forint. Igen, nálunk ennyi lett nagyjából a vége, de ez abszolút igaz. És úgy, hogy mi nagyon olcsón vásároltunk sok mindent, én figyeltem jó, de az már akciókat. A tanárnak a jéna is benne van. Nem, ebben nincs benne, ez tényleg ennyi. Az év végén van a jéna, én csak szólok. A jó. És ezt a Waldorfban is szeretik. Igen. Gyerekek, igen. Első osztályos. Azt mondod, a könyvén nem kell fizetni, nem kell ugye? Fizetni, tehát nem. Azt megkapjátok. Nagyon olcsón vettünk táskát, mert figyeltem az akciókat, és tényleg én nem ezt a 20-30 ezer forintos, mert vannak olyanok, hogy szedbe van 36 ezer forintért kompletten tornazságtól tartom. Én nem ilyet vettem. Nem egy bevásárló. Nem, egy nagyon-nagyon cuki táskát vettem. De most, ha komolyan beszélünk erről, tényleg azt mondom, hogy 10 ezer forintért vettem meg a táskát, ami egyébként 25 olcsónak volt. Számít? Ez nagyon olcsó. Ez alatt nem nagyon veszel, amit iskola táskának hívunk. Rá van, hogy Louise. Nincsen rajta semmilyen Vuitton, meg nem tudom, nincsen rajta semmilyen márka. A gyerek már ne akármiben. Ez egy nagyon jó. 10 000 a táska. A többi 30. De mi a többi? A többi ad az iskola egy listát, amit be kell szerezned szeptember 1-ére. Azon le van írva. Kötelező, abszolút kötelező. Mert hogy a gyerek nem fog tudni tanulni az órákon. Így, ahogy mondod, technika órára meg kell venni a vízfestéket, meg kell venni a temperát, meg kell venni az ecsetes tálat, az ecseteket, meg kell venni a fénymásoló papírt, meg kell vonalzott, venni postairont. A postairont, mi padot meg is kell venni. Be, vagy nem, hát van-e? Javítani kell, majd valószínűleg piros-kék postairont, meg kell venni a toltartót, meg kell venni a filctollat, meg kell venni, mondjam még, tovább is van, A gyalút, az ácskapcsokat, a diszperzitet, nagyon-nagyon sok mindent, ezek filléres cuccok. Anna, neked nem maradt vízfestéket gyerekkorodból, meg toltartót? Hát miért? Költöztünk, hogy már nincsen meg. Örökölhető cuccok. Az az igazság, ezek 300-400 vagy a számoló pálcika, számoló korong, nem, rengeteg, van rengeteg minden. A tornaholmi is. Tornaholmi, a fotokarton, színes fotokarton, mert technikórán majd gondolom fognak valamit csinálni. Nézd, ezek 300-400 forintos cuccok, két oldalas a lista. Aha, tehát nagyon könnyen beszereztem egyébként. 30 van belőle, akkor az már 15. Az így van pontosan, ahogy mondod. Tehát nekem tényleg a vége, én számoltam, 41-42 ezer forint körül van. Így van? Kezdek hát hajlani a Waldorf felé. Figyelj, nem akartam én erről ilyen mélységben elmenni, de az biztos, hogy ilyenkor azt kell csinálni. Nem, gyerek nagyon mély, elég felületes. Gyerek első munkahelyénél ezt a 41 ezeret le kell adni a családi kasszába. Minden tehát, évben lesz 41 ezer, várjál. Sőt, utána még több is lesz majd. Egyébként a hallgatókat arra kérjük, hogy írjátok meg, hogy ti mennyit költöttetek, hanyadikba megy most a gyerek. Tehát ez lehet első, ötödik, akár még gimnázium is belefér szerintem, tehát mennyit költöttetek rá. Volt az a Karinának olyan kérése, amire azt mondtad, hogy na jó, drágám, akkor ebből ezt veszem meg. Vagy te kemény anyu voltál, azt mondtad, nincs bogyó és babócás hátizsák, puff! Nem, úgy képzeld el, hogy hajszat, hanem ő annyira kis cuki, hogy neki nincsenek ilyen, nincs ilyen igény. Elvittem magamban, mindent ő választott ki. De nem volt az, hogy ő erőszakoskodjon, azt akarja. Jó, én megpróbáltam rátukmálni egy régi málhás zsákot. Igen, amit, igen, mondjuk a Jani akarta nekem adni, de nem volt ilyen, úgy képzeld el. Nem, toltartót is ő választhatta ki mindent. Tehát jó, nyilván olyan helyekre vittem, ami nem a csúcs kategória. Tehát, hogy mondjuk ez okos. Ez okos. Más sajnos nincs nyitva, egyébként más nem is lehet kapni, mert akkor majd jön majd a trauma, amikor majd bemegy az osztályba, és meglátja többieknek a kis tatyói. Hát ez nem úgy volt. Lesz a sok, igen. Ti nem úgy emlékeztek erre? Vannak ilyen, nekem elég kevés emlékem van, mert így gyorsan felejtek az általános iskolából, pláne alsó tagozatból, de hogy azt tudom, a múlt héten hol voltam, tehát ilyen viszonylag kevés emlékem van arról, de arra határozottan emlékszem, hogy megérkeztem egy ilyen... és felvetted előre a pénzt, úgy tudom. Igen. Ennyi. Ajaj, lesimán elképzelhető. De hogy megérkeztem én is egy ilyen pakkal, mert én akkor nagyon büszke voltam arra egyébként itt gyerekként, hogy nekem ennyi mindenem van, az ecset, amiket most itt elmondom, a postaironról például azt tudom, hogy az mi. De piros, kék, ilyen mindegy. Vastagabb az a mágnes. Ceruza. Nem, ceruza. Egyik oldal a piros, másik oldal a kék. Mindegy, ez nincs meg. Soha életben nem használtam postairont, most be kell valljam. De mindegy, a lényeg az, hogy volt ez a pak, aminek körülbelül a háromnegyed ezt hozzá se nyúltunk. Tehát, hogy szerintem a érintetlen vízfestékkel, meg korong, van az a korongkészlet, ami az a... Az igen, számoló korong. De nem arra gondoltam, hogy az a korong, amilyen kör, négyzet,
Ja, logikai készletben. Logikai készlet, az életben nem került elő. Na ezért tartasz itt látod. Nem vettük elő. Nem vettem elő. Én ott vittem az iskolába, és a logikai készlet, az senki, soha. Hát ezért ilyen olajozott a gondolkodás. Lyukas négyzet, nagy lyukas négyzet, piros. Utána kis lyukas négyzet, a zöld. Értem, amit nem hülye vagyok, mert értem, amit mondasz, csak nem. Nem használtuk szerintem. Hát mit tudom én? Tanár hibája. Lehet, de hogy ez biztos, hogy meg kell venni ezt a sok hülyeséget a gyerekek. Én csak egy kérdezem, mert hogy ha én arra emlékszem, hogy meg volt, de nem használtuk. De ne voltak otthon ilyen kommunikációs zavarok. Áron a postairont hozd majd, nem, nem az a logika, nem, az se az a tévonalzon, nem a szögmérő. Figyelj, csinálj, amit akarsz. Egy percen múlt el 7:30, hírekkel folytatjuk, aztán jövünk vissza a témával, és fölhívunk még egy olyan boldog apukát, aki Áronhoz csatlakozva első osztályba viszi a kislányát, hogy vajon ő milyenbe mennyit költ, és mi a véleménye róla, az majd kiderült, ti pedig írjátok meg, hogy ti mennyit költöttetek, és hanyadik osztályos a gyerek. 3:48 lesz, 5 perc múlva, jó reggelt mindenkinek, Kovács Áron a ma reggeli műsorvezetőtársunk egészen 8-ig, nem, 10-ig, ha kibírjuk. Ha kiátszom magam, igen, elég ügyes, hogy nyírja a témáinkat, de kemények vagyunk, álljuk a sarat, és igenis, mi erről fogunk beszélni, ha tetszik. Ha így van, érted, ha neked ez nem tetszik, akkor mindegy. Áron, tudjátok, itt SMS hogy... neked, figyelj, igen. Áron, ne okoskodj minden áron, ez a csapat tudja, mi a jó, mi a tuti. A lottószámokat is tudják, de nem mondják el, mert akkor neked nem lenne munkád. Higgy nekik, Ramos. Köszi, Ramos. Oké. Okay. Nem kommentálom. Ramos, te milyen iskolába jártál? hanyadikos vagy. Jaj, de ezt hagyd meséljen már el, a hanyadikos. Ez nálatok is volt ez a kérdés, ez a hanyadikos vagy, mint az ilyen a felsőbbséget meghatározó kérdés, mert nyilván a kisebbtől kérdezte meg általában az előbb. Figyelj, hát, Edumáján a hanyadikos vagy. Kérdezték. Emlékszem, volt egy ilyen eset, soha nem felejtem, mert osztálytársaimban voltak. Én akartam mesélni hasonló, de mondja, hogy mindegy, persze. Utaztam a buszon, és egy picit hangosak voltunk, és akkor így kérdezte egy bácsi, hogy hát ti meg hanyadikosok vagytok. És akkor mondom, hogy egy másodikos. Hát, jó nagyra lőttél. Nem középiskolás, ja. Nekem meg egy olyan volt, hogy a téren láttam, hogy gyerekek verekednek, volt egy ilyen nagy mafla, buflák, nagy darab gyerek, és volt egy kicsi. Csak kicsi, a téren valamin összekaptak, és így rommá verte a nagyot, de úgy, hogy képzeld, hogy amikor be van szorítva a feje a könyöke alá, a másik kezével az üti a fejét. Voltam. A kisgyerek üti, és már itt a teljes vereségből csak egy ilyen elhaló hang volt a hóna alól, hogy hanyadikos vagy! Ezzel igen, próbálni. Amikor nem hitt el. Nem, inkább azt mondjam, hogy a felsőbbséget már csak ezzel tudta, hogy ő idősebb volt. Figyelj, anyadikos volt. Hallgatói SMS-ekhez vissza, általános iskola, 3 és 5. osztály, tankönyv, sulicuc, tesicuc, ebédbefizetés, 110 000 a vége. Hoppá! Nálunk még mindennek a márkáját is előírják, körülbelül 55 000 volt a vége, elsőbe megy a kislány. Azért az elég érdekes, amikor azt mondják, hogy te nem azt mondják, hogy piros vagy kék, hanem azt mondják, hogy igen, hogy ez vagy az a márka. A tornacipő, hogy az pipás vagy csíkos. Igen. Nálunk van egy ilyen családi szlogán, gyerekkoromban mondtam apámnak, amikor valamit ilyen hasonló összeget ki kellett fizetni valamiért, amit én kitaláltam magamnak, és szegényed, nem álltunk úgy, tehát nem gazdag családból jövök, és akkor így mondtam neki, hogy olyan már apám, mert legjobb befektetés a gyerek. az tett bele egy szlogán lett, mert hogy utána a számtalan pontján bebizonyosodott az életnek, hogy a legrosszabb befektetés, tehát szegény szüleim azért kapnak ezt, aztán nyilván nem anyagi természetűt, hanem össze-vissza minden, a gyerekkel csak baj van. Láttuk az áron, megint nem az én számomat húztak. És akkor akármi történik, hogy fata, gyere már ki, mert tudsz vizet is szerelni, és yes. Folyik a falból a víz, és akkor apám fölkelt oda hajnali, 3 órakor veszi a cuccot, és a legjobb befektetés a gyerek. Igen. Mint tudjuk, és így jön hozzám, úgyhogy csak erre gondoltam és most, hogy... Megért, és mennyi szeretet volt, én is sokat hallottam ilyeneket, de mondtam, és akkor mondtam, hogy ebédbefizetés, és én ugye nem fizetem ki, menj, szólj anyám. Sziasztok, harmadikos a fiam, és eddig 79 000 forint. Majd most jönnek a tanári különkérések, ezt Sanyi írta nekünk. Van egy félig viccesnek szán, mert szerintem ez főiskolás már, vagy ő főiskolás a gyerek. Nekem eddig 20 millába került, a gyerek nem akart koris lenni, vettem egy lakást 16, nem akart vonatozni, vettem egy kocsit 4 milla. A tankönyv, hát egyébként le van szarva. Atya, hát figyelj, jó. Legjobb befektetés a gyerek, én azt mondom. Két elsős gimnazista, szecskatábor, az mi? Szecskatábor. Recskatábor szokott lenni általában. Nem. Hát neked lehet, hogy úgy jött össze, mi barátkoztunk azért már akkor a lányokkal. Tehát szecskatábor, tankönyv, egyenruhák, koleszdíj ruhák,
minőségi turiból vettük pedig. Írószerek, festészet tagozatra megy az egyik, a négyes kelléklista. A végösszeg, figyelj, 298 ezer forint. Az nagyon durva. Jézusom. Andi írta ezt nekünk, ez is tényleg nagyon kemény. És itt van velünk Misi. Szia, Misi! Jó reggelt, sziasztok! Azt Misi. Írta, itt az SMS-ed 41 ezer forint, mi 123 ezer forintnál tartunk az első osztályra. Ez ő egy gyerek? Ez egy lány, igen. De a gyereket nem vettétek, tehát az nem szám, ugye? Tehát a gyerek az volt... Már régen bevettük, okay. Az olcsó volt. De akkor lehet nem őse oda 290 soknál. Úgyhogy látod, úgy tűnik, hogy nem mindenki. Mi van benne ebben a 123 ezerben, és mi az a madár, amit csicsereg mellett? Igen, kacsacsörő emlősöket eltelt? Nem, itt a sétaúton elhoztak egy gurulói bőröndöt, de lehet, hogy ez jobb lenne a gyerekek drágáját. Hát az iskolatáska 24 ezer forint volt akciósan. Mondjuk én nem teljesen tartom jogosnak ezt a nagy költekezést, de a feleségem az eléggé maximalista. És macska szem van a táskán? Macska szem? Nem, de aki húzza, annak a szeme. Na mindegy. De komolyan, hát az régen kötelező volt, hogy ilyen prizma. Ilyen jellegű, persze, ilyen visszaverek vannak rajta. Az iskolatáska, ez a bőröndről beszélünk. Nem, de hogy is. Tovább léptünk. Nem, mindegy, a bőröndről akartam. Nem, az iskolatáskon. Elő-hátul van mindenhol, vagy oldalt. Egyébként rajta. Azt is úgy érdemes vásárolni, lehet ez is saját tapasztalat, hogy tényleg, ha teheted, akkor inkább egyszer fizessél többet azért az iskolatáskáért, mint sem, hogy jövőre, vagy két év múlva megint újat kelljen venned. Mert hát fontosan én ebben nem vennem. Vagyok. Ebben nem vagyok biztos, hogy jövőre nem leszünk másik iskolatáskát. Jó, mert te jobban ismered a feleségedet, mint én. Nyilván. Mert hát a macska szem is nagyon fontos, mert a gyerek nappal jár iskolába. Tehát igen, az gyerekek, csak mondom, kocsival hozzuk vissza. Igen, mindegy, de négyig benn kell lennie, télen négykor mi van? Sötét. Na. Hideg. És sötét. Ez hideg és sötét. Bejjebb vagyunk vele. Kocsival hozzuk vissza, minek a maszkot? A lépcsőházba? Hát amíg beszáll. Jó, hát akkor... Figyelj, és ha egy nyugdíjas néni a lépcsőházban nem veszi észre, na, és elkaszálja a botjával. Egyébként ezért nem szabad bedőlni, amikor a gyerekek ugye kísírnak maguknak mindenféle ilyen dizájnos, kedvenc rajzfigurás táskákat, meg ilyeneket, mert jövőre már nem az lesz a kedvencük, és pontosan ő fog veled vetetni másikat. Igen, ezért vegyél inkább, hogy szimplán csak színes. Nem, szerintem egy színűt kell. Igen, és akkor mindig a kedvenc rajzfilmfiguráját fölrakod ilyen levonóba, matricába. Vegyél, amiért te lelkesedsz, és akkor nőjön hozzá. Így van, vagy szimatszatyor. Nekem bejön. Vagy amit én kinőttem, igen, annak. Mi az az extra, most itt többször megemlítetted már a becses negyedet, hogy ugye ő tolja ezeket a dolgokat, mi az, amit te úgy érzel férfiként, hogy na ez a tök fölösleges volt? Hát a golyóstól 198 forint az első osztályban. Mondjuk így hirtelen reméltem, azt minek vettük, mikor a repi tollakkal. De a évnyitóra vettünk külön ruhát neki, kis blúz, kis cipőt, kis nadrágot, meg egy szoknyát, 20 ezer forintért. 7 éves gyereknek? Mindegy. És csináltatotok neki méretre egy talárt az egyetemi diplomaosztójához. Igen. Nagyon túl tudunk szaladni, és nem látom az értelmét. Na most nagyon örülök az SMS-ednek és a hozzászólásnak is. A keserűséget úgy érzem, hogy nem az iskola rendszer kapjám, hanem anyu. Olvasol a sorok között az érzése. A bőrön is azért mentem melletted, már hogy pályaudvaron vagy, nem? És egyébként készülsz elhagyni a családot, az országot, az iskola rendszer. Az enyémet azért, hogy az örökben az álmedettem az én bőröndön, igen. Misi, köszönjük szépen neked, hát próbáld meg feldolgozni a traumát, jó? Gondolj arra, hogy milyen jó lesz a gyerek, tanul, fejlődik, okosodik. Köszönöm. Erősödik, jó? Köszönöm a biztatást, ez a simogatás, ez hiányzott. Ha megpróbáljuk. Jó van, a macska szemeket meg átveszem, kerózok nekem, így jól. Jó van, ember. Köszönjük, szevasz. Szia. Hello. 123 ezer. Azért ez komoly első osztály. Ezek durva összegek. Legjobb befektetés a gyerek. Ne sajnáljuk tőle a macska szemét. Így van. Nem ezek az enyémek sajnos. Meg egy havi átlagfizetésről beszélünk, tehát hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ebbe konkrétan meg tudnak rogyni családok, ahol mondjuk egyszerre mit képzel a két gyerek.
iskolában. Ez nagyon kemény. Egy elsős, harmadikos, bár ott meg azt mondják, hogy a nagyobb levetett cuccait ugye jó, tudja használni a második gyerek. A kérdés, az, hogy, az iskola az hogyan tolerálja ezt. Tehát amikor valaki megérkezik mondjuk egy hiányos cuccal, és szemmel láthatólag nem azért, mert trehány volt, vagy nem tudom. És ráadásul azért... női ruhában van pedig kisfiú. Hát igen. Vagy megérkezik az anyja fehér blúzában, és tényleg mint egy Halloween gudján rajta, mert nem volt az kisebb cucc. Tehát hogy ez mennyire tolerálja, figyelj, mennyire nincs, jó fej. Nincs. Tehát hogy az iskolai eszközökben, azokban az eszközökben, amiket a kötelező jelleggel a gyereknek vinnie kell, ott nincsen tolerancia, mert nem is lehet. Tehát olyan nincsen, hogy akkor jó, akkor most ti foglalkozzatok, akkor hajzoljatok a postaironnal, ti meg addig meg, hogy hívják, a körzővel formáljatok egy fiatal. Ez pedagógus kérdése, mert mondjuk azt mondod, hogy egy darab pedagógus visz magával az órára egy darab ilyen készletet, és bárkinek oda tud nyújtani egy darab vonalzót, ha az a szerencsétlen elhagyta, nem tud, eleve nem volt, otthon felejtette, stb. Tényleg ne a pedagógusokra toljuk már. Ne, akkor iskola, tehát hogy nem. Ne, szóval, miért ja, minden, nem lehet minden ott valami. Teremben legyen egy ilyen készlet, amiből ő adogat majd? Hát például. De most nem mondod komolyan, hogy majd az iskola még erre beruház, hogy a te rendetlenséged miatt. Nem a rendetlenség miatt. Hát most arról beszéltünk, hogyha valakinek ez nem jön össze, vagy nagy terhet ró rá. Hát akkor lehet ezt egy orvosolni. Meg hogy felé ne felejtsd, hogy ebben a Willendorfi vonalban mozog. Abszolút. Igen, a Vénuszokat mindig szerette. Igen, nem tanulók vannak, meg tanárok, hanem emberek. Ne haragudj, bocsa, én kérek elnézést. Emberek. Mit csináltál, valamit elhagytál? Nem vittél magaddal, is kellett volna. Elkérted a pattársattól, vaze. Hát azért nem megoldhatatlan. Húztam meg magam vidéken, érted? Feri, oda ment az osztálytársához, megfogta ugye mellén így az inget, és azt mondta, hogy ez a tiéd! Már nem, apa! Instant! Illetve volt olyan, hogy kolbászra el tudtam cserélni, mert az nálunk meg mindig volt ott füstölt kolbász. Na jó, ennyi az összecsapás a Waldorf és a nem Waldorf között, bár nem ezt a témát akartam behozni. Hanem... De elnézést! Már itt sem vagyok, szevasztok! Elharagudjatok, hogy Waldorfba jár a gyerek. Én kérek nem elnézést, oda. Tehát nem erről szólt, hanem inkább a pénzügyi befektetésről. Ígértünk nektek egy nagyszerű férfit, akinek szintén a első osztás a gyermeke. Hát ő elaludt, szerintem. Aha, na, jó van. Még lehet. Még ez az a hét, amikor ezt megteheti, ezt ne vegyük el tőle, mert ez tényleg ez a 6:30, ez borzasztó lesz a jövő héttől azoknak az embereknek, akiknek ez nem életformaszerű volt. Itt vagyok például én is, egy könnycseppet el is morzsoltam, hogy ez ilyen iszonyatos terhet róla, de tényleg. Én ettől kezdve, mert a gyerekem idáig egy boldog, kisimult arcú, derűs apát látott minden reggel 10-kor, amikor kinyitottuk a szemünket, akkor ezt láttam akkor, és most mit fog látni? Egy szomorú, beesett, ráncos, mogorva, menjél már, gyerek, megkésünk már megint miatt a gyűje, gyerek, igyad már meg, a kocsiban megeszed. Tehát, hogy érted, ezt az apát fogja látni 8 éven keresztül, úgyhogy én itt komolyan mondom, egy kicsit úgy érzem, hogy ennek egyéb vonzata is van, mint hogy én fáradt vagyok. Megromlik a kapcsolatom, itt gyerekből bűnöző lehet, fölbomlik a család. Szegény, jó, mindegy. Nem lehetne tényleg 9-kor kezdeni az iskolát, de vannak olyan országok, az Németországban, mondjátok majd Németországban 9-kor kezdjük a tanítást, nem? De az volt, hogy minden tőlünk nyugatra az jó, az a frankó, az működik. Jó, ne, oroszoknál 8-kor van. Képzeld el, hogy például a Tájföldön 10 órával később kezdik, mint mi. Hogy oda kéne támogatásra a gyereket, nem? Jó. Ott belefér a repülés is. Most mikor kell a gyerek? Most? Aha. Hát még bőven alszik. De mi 9-ig szokott aludni? Hát, 8-9-ig szokott aludni most a gyereket? Én már elkezdeném szoktatni, hogy hétfőtől hello van fél hétkor. Nem, mert akkor azt hozzám kötné, hogy én vagyok a gonosz. Nem, az iskola rendszer a gonosz. 8-kor kell, apát még aludna? Így van. Aki legény, ilyen legyen, legény. Appal is, de én leány vagyok. Nem érdekel. Akkor is. Akkor ki az apa? 7 perc múlva 8 óra Óven bácsi és Beru nénire nyitunk rá. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Kriszta, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Még hello. Iskolás? Nem. A hangod olyan volt. Egy pillanatra azt hittem, hogy még te magad is suliba jársz. Szóval mi lesz? Már egy dépus van mögöttem van. Most megyek dietetikára, levelezőre. Levelező dietetikus leszel. De jól hangzik.
Hát meg lehet azt úgy is tanulni, gondolom. Az érdekes, hogy a dietetikusok mind fiatal csinos nők, legalábbis akikkel én találkoztam, ugye én sok dietetikussal találkoztam a pályafutásom során. Vagy hang alapján. Képes életrajzokat kértél be a dietetikusoktól. Jó, akkor ebből kiszálltam, tessék. Mi van Peru néninél? Honnan hívsz bennünket, Kriszti? Pestre. Pest, Budapest. Jó, már is mutatjuk, hogy mit csinál a két kisöreg. Ja. Ja. Aha. Áron, tessék, te jössz. Mit csinálnak? Most. Aha. Ebből kell kitalálni. A Mos Eisleyben van egy romkocsmában. Vagy iskola. Mennek iskola szerekért. Ja, aha. Iskola szerekért. Mos Eisleyben iskolában, és hallgassuk meg, hogy ki énekel. Ebből a kis Yoda. Jaj, aha. Na most segítsél, most legyél nagy lelkű, most legyél Waldorfos. Figyelj csak, hogy ne frusztráljon, én se tudnám. Tényleg. Hát ez nem tudom. Basszus, egy az egyben hozva. Ugyanaz, nem te énekelted föl ezeket? Nem. De ha ilyen jó hallás, az miért nem hallatszik a zenéiteket? Ne. Megmutatjuk még egyszer, figyelj. Egy az egyben hoztam. Légy szíd, nem, mert egyiket borzalmat. Mi az? Soha nem fogod nem kitalálni. Fogod kitalálni. Nem most fogod megkaptuk kitalálni. A megfejtést. Zsűr megmutatta nekünk egy papíron, hogy milyen megfejtés. Mutassunk hosszabb a zsűr. Ha figyelj, ha te ezt kitalálod, beiskolázom a gyerekedet, akárhova jár. Akárhova jár, én veszem meg a macska szemet. Nincs. Az a baj, hogy még ez nem a refrén. Ugye? Nem, hogy nem a refrén, ez nincs is a dalban. Ja, hogy nincs. Ezt a szerző kihagyta. Na, az a ez a fiókban végezte. A refrén alapján csak-csak kitalálná. Annyira szívesen adnánk neked ajándékcsomagot vagy telefonszámot, mert olyan aranyos a hangod, de hogy figyelj, ezt nem figyelj. Fogod kitalálni soha. Figyelj, A refrén szöveget is tudtad állni. Mert menjetek a francba, a refrén harmadik sorát berakni, hát ez hogy? Nem mi választottuk. Kriszti hathatós segítséggel, az Áron segítségével sikerült megfejteni, de a bögre az ugrott, mert ugye hosszú részletet mutattunk, még hosszabbat, mint amit valaha szerettünk volna hallani Áron segítségével. Pedig ott szerettem volna a legjobban. Hát sajnos ilyen a szabályzat. De ki találta? Ki, csak a hosszú részletből, és ilyenkor kiveszünk egy ajándékot. Igen, igen. Azt tudjuk megcsinálni, hogy az Áron jó, ellopja a kivett bögrét, és elküldi neked. És hogy igen, és lehetsz a dietetikusa. Ha végeztél. Hát jó, figyelj, nem volt könnyű, bevalljuk. Azért ezt nem. Még úgy, hogy te énekeltél, úgy meg úgy főleg. Még én is zavartalak. Hát mindegy. Nem baj, Kriszti, gratulálunk. Megvan azért az ajándék nagyobb része. A bögrében majd meglátjuk, hogy mi lesz, jó? Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük mi is. Szia. Köszönöm, 3 perc múlva lesz 8 óra. Jönnek a friss hírek, aztán jövünk vissza mi. 10 perccel múlta 8 óra. Jó reggelt. Sziasztok. A ma reggeli vendégműsorvezetünk 10 óráig megkegyelmeztünk neki. Kovács Áron. Hello. Várjál, csak nálad van most pont a taps. Aha, nem kell, várjál, nem kell. Ez fél. Ennyit nem ért. Tényleg nincs ilyen elhaló ez a, tudod, a nyugdíjas taps, alvós. Ennyi. Ez nagyon rövidet, nem okay. Megérdem. Megérdemlett például a zenére is írták, hogy hiába tud ez a Káosz Központ, ha akar. Bizony. Így van. Az előbbi muzsikára. Van még a zenekarod, vagy feloszlott? Hogyne lenne, ne viccelj. Hát, ez lassan indulunk oszlásnak. Ennyi elbetűs étel és ital mellett az emberben. Nem oszlik könnyen. Na. Keresem a közlekedési információkat, de nagyon nagy a csend az országban. 10. kerület Kőbányai út a Könyves Kálmán felé beállt, már az egészségháztól áll a sor. Ezt Hajnitól kaptuk, és egyébként meg csend és nyugalom, úgyhogy ha valaki lát fontos információt, vagy lát fontos történést, akkor ezt legyen olyan kedves, és írja meg nekünk. De valaki írja egyébként a dallal kapcsolatban, hogy most elhangzott, hogy fúj, mi ez az ar. Na most ez az ar, ez egy Chris Daughtry nevű fiatalembernek a bandája. A számban volt egy gitáros, és azt úgy hívják, hogy Slash, ő is egy viszonylag ismert gitáros. A Chris Daughtryról pedig annyit kell tudni, hogy egy American Idol-os fiú volt, akinek azt sikerült elérnie, amit eddig, illetve addig senkinek soha, hogy 5 millió példányszámban fogyott el
a debütáló albuma. Soha senki ezt még nem csinálta meg előtte. Első album, ekkora példányszám, amíg nem fogyott el. Ezzel akarod letolni a tetszést mások torkán. Tényleg erőszakos egy állat, vagy ők vettek 3 milliót, tehát a család maga vett 3 millió albumot, és így lett meg. De nem, hát nem tetszett egy most jöhetnek azok az SMS-ek, amik arról szólnak, hogy több millió légy, ugye nem tévedhet, meg stb. És a hasonló közhelyek, ez egy nagyon jó kis muzsika volt, nagyon jó zenészekkel, és nagyon jó hanggal. Ez így van, ez így van. De hát tudod, hogy Palvin Barbi se tetszett mindenkinek. Itt vagyok például én. Tehát, nem, hogy ez, nem vagy. Nem jön be. Ne, egyáltalán. De most ezt nem őt akartam ezzel. Egy nagyon szép lány, de nem. Igen, de, nagyon kedves akar... lány. De én inkább örökbe fogadnám. Nekem nincsen hatása a videómra. Ugye? Na mindegy, ne róla beszélgessünk, csak az, hogy tehát vannak olyan dolgok, hogy hiába soroltam fel rengeteg érvet mellette, valakinek nem tetszik. Hát nyilván mindenki mellett. Feri mellett is annyi évet föl tudnék sorolni. És mégsem teszed meg soha. De hogy miért soha? Pedig magunkhoz emeltünk. Szerintem például jó énekes az Áron, és ebben is vitatkozhatunk. Jani ma reggel már mondta, hogy érkeznek hozzánk vendégeink, és hát a nyugállományú szót én kihúztam, nem tudom, hogy az alezeredes úr hallott-e, hogy ezt kikérem magamnak, de hát ez a hivatalos megnevezés, úgyhogy Koltai Arnold nyugállományos alezeredes, így kell rendesen mondani, és a 14.035-ös is itt van velünk. Az miért hívnak így valakit, hogy 14.030-ös? Egyébként ő Várnai Gergely, aki szintén végigcsinálta az Elite Challenge-et. Szevasztok, jó reggelt! A Star Wars-ból. Szervusztok, jó reggelt kívánok! Mi ez a 14.035? Ez a 14.035, ez igazából a jelöltnek a sorszáma, amivel indul az Elite Challenge programon. A 14-es ugye az évszámot jelöli, a 0.35 pedig a jelentkezés sorrendjét általában. Aha, tehát te vagy a 35-ös számú. Na most, ha a fiatal emberrel találkoznál, Áron, csak kérdezem, A informatikus, B olyan ember, aki végigcsinálja az Elite Challenge-et, amiből egyébként most 80%-a kiesett a jelentkezőknek. Így van. Hát figyelj, ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mert én rengeteg olyan embert láttam már, akit mondjuk egy közérben sorbálás alkalmával, ha mondjuk nekem jön, akkor simán befenyítem valamivel, mert azt gondolom, hogy és életem utolsó cselekedete lett volna, mert hogy egyébként ketrec harcos és nem tudom mi, tehát ezzel nagyon óvatosan kell az előítéletekkel bánni, tehát nagy tisztelettel mondanám azt, hogy informatikusnak. Igen, ugye. Nézzük át ugye az Elite Challenge történetét, mert én belevágtam így a közepébe, hogy a fiatal ember ott volt és teljesítette. Hányan? Hárman voltak most? Akik? Most igen, három. A 11-ből. Jézusom! Hogy miről szól ez a megmérettetés? Igen, hát az Elite Challenge igazából 2012-ben kezdődött egy tavaszi napon. Igazából abból az ötletből indult ki, hogy pályafutásom során számtalan olyan fiatallal és olyan emberrel találkoztam, akit nagyon érdekelt egyrészt a katonai pálya, másrészt pedig ezen belül a különleges erők, rangerök, különleges erők, stb. Ugye Magyarországon a honvédség kerekein belül 2004-ben elindult a ROM-lövész képzés, amely igen nagy presztízsnek örvend. Ezt megfejtettem, futsz és lősz. Igen, hogy ennyi. Tulajdonképpen ennyi. Ferének már fejben ez mégis volt. Többször is. És ugye ez is még jobban felkeltette a fiatalok érdeklődését a katonai pálya iránt, és nagyon sok megkeresést kaptam személyesen is, amely ez irányban érdeklődött. És miután nyugállományba vonultam, én úgy gondoltam, hogy talán itt egy alkalom arra, hogy most már saját kútfőből, saját energiából. Igen, most megvérültél, megöregettél, megrokkantál. Nem, hál' Istennek nem rokkantam meg. De lehetővé szerettem volna tenni másoknak, olyan civileknek, olyan más szolgálattevőknek, akik nem a honvédség kereteibe tartoznak, vagy ha igen, és tök mindegy, nem tudnak eljönni erre a képzésre, hogy megismerkedhessenek azzal a teljesítmény orientációval, ami jellemzi ezeket az erőket, ezeket az embereket, és hogy egyáltalán ízlelés szintjén kapjanak egy belátást. Tehát ide bárki elmehet, aki jelentkezik. Bárki, nálad, 18 pluszos, igen. 18 pluszos, én alkalmas vagyok rá, tehát Áron, te nem menjél, de hogy meg én se, mi szerintem nem bírjuk az ilyesmit, de hogy azt mondod, hogy én szeretném magam kipróbálni, ez egy 5 napos megmérettetés. Így van, 5 nap, 120 órát kell lábon maradniuk a jelentkezőknek, mindenféle olyan körülmények között, amelyek nem mindennaposak. Tehát kötöttél bármiféle kompromisszumot mondjuk a rohamlövész képzéshez képest? Öltél már embert? Nem. Láttál már falomból? Nem. Mind a kettőre nem a válasz? Így van. Tehát nem feltétlenül adatik meg mindenkinek, hogy akár közel, akár távolról, de egy másik ember életét kioltsa, még hogyha erre is készül egész életében, amely nem feltétlenül szomorú terület szerintem. Igen, és akkor az első fontosabb kérdés, hogy a rohamlövész
képzéshez képest az Elite Challenge az gyengébb, lájtosabb? Nem, sőt, hogyha az instruktorokat megkérdezzük, akik részben rohamlövész végzettek, részben akár a különleges erőtnél, akár Ranger iskolában végeztek, szemtanúk szerint is az a benyomás, hogy nem sőt, uh-huh. vannak olyan elemei, ami igen kemény. Mi a legnehezebb dolog benne? Most a gyakorlatokat mondom, tehát nyilván ugye mindig el szoktuk mondani, hogy ezek fejben dőlnek el, nyilván kell hozzá egy alapállapot, ami alapja meg tud csinálni, de nagyon akarni kell. Most én azt kérdezem, hogy ami a gyakorlatok között van, mi az, amire azt mondod te is, hogy na tesó, ha ez megvan, akkor profi vagy. Telefonálni onnan sosincs térerő, én utálok az Arnolddal beszélget. Igen, nem sokat térerő. Nem tudom, minden napnak van egy olyan pontja, ami cérna szakadáshoz vezethet az egyénnél. Én úgy gondolom, hogy a nagy vízválasztó az a vizek napja, ahol most például 11,5 órán keresztül voltak vízben és akadálypályán és sárban és rettentő körülmények között igazából. Tehát nem tudom, kinél hol szakad a cél. Hát itt az érintett, hát miért nem kérdezed meg, Feri? Hát rutinna. Te is műsorvezető vagy, most nem vendég. Nem, én vendég vagyok. Feri, vicces, kérdezd meg. 14.035-ös szeretettel köszöntjük, mi volt az a pont az életében. Na, komolyra, vagy nem annyira komolyra véve a figurát, Gergely, tényleg nem úgy nézel ki, mint aki ebbe így őszinte szívvel belevág. De meg vagy vizesedve. De egyébként teljesen jó állapotú férfi ember. Mi volt a legnehezebb pillanat? Hát valóban a vizek napja volt a legnehezebb, ezt azért tudom így mondani, mert én tavaly ott estem ki. Azt mondtam, hogy hát ez most elég volt, köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem, sok tapasztalatot leszűrtem belőle, de én most hazamegyek, és ennyi. És a harmadik napon kongattam, és akkor még, ha jól emlékszem, két ember velem együtt, vagy néhány perccel később ugyancsak jött. Bocsánat, ez a kongatás ugye a különleges erőknél van egy ilyen szokás, gyakorlatilag egy tradíció, hogyha valaki úgy dönt saját akaratból, hogy feladja, hogy nem csinálja tovább, akkor oda megy egy kis harankhoz, és akkor... Így van, pontosan. Én is ezt mondtam, az instruktorok még megkérdezték kétszer-háromszor, hogy egészen biztos, nem akarok maradni, és mondtam, hogy nem akarok maradni. Igen, jó, akkor fordulj meg, mert a harang az ellenkező irányba van. Igen, rossz felé. Csak annyira fára, rossz felé. És mi vitt rá téged, hogy elindulj ezen? Tehát, hogy mondjuk szoktál YouTube-on, csukjában, gépfegyverrel, arab nyelven ezeket, kommenteket... Az egy másik játék szerintem. Tehát, hogy mi az, ami... De komolyan, tehát jó, hülyéskedek csak. Tehát, hogy mi az, ami téged egy ilyen militáris próbatétel felé elvitt? Hát, az idén azért mentem, mert nem sikerült a tavaly, és ez eléggé frusztrált, mert nem most szeretem... Most figyeld a vezércset, tavaly miért mentél? És hogy tavaly miért mentél? Jó vagy, Áron! Ide hát, te mondtad, vagy. Hogy lehet. Lehet, alapvetően kettő dolog motivált. Az egyik az, hogy én már abban a korosztályba születtem, amelyik lecsúszott a sorköteles katonai szolgálatról, ugyanakkor nagyon sokat hallottam róla, mert édesapámtól, a idősebb generációtól, tehát akik abban a időszakban születtek. Ezért választottál valamit, ami abszolút nem hasonlít arra. Ezt nem tudhatom, mert nem tudom összehasonlítani, de sokat hallottam róla, és kíváncsi vált, tehát hogy milyen, hogy én hogyan tudnék viselkedni egy ilyen helyzetben, hogy tudnám lereagálni. A másik pedig az, hogy ugye maga a program is annyit írt le magáról a weboldalon, hogy ez egy önismereti tréning, ahol a saját képességeinket tesszük próbára, megnézzük, hogy miben vagyunk jók, miben vagyunk rosszak, és hát ugye minden ember úgy gondolja, hogy teljesen tisztában van azzal, hogy ő miben jó és miben rossz, amit persze nem igaz. Én is úgy gondolom magamról, hogy én tisztában vagyok a saját képességeimmel, gyengeségeimmel, jó tulajdonságaimmal, de ez nem egy objektív mérce. Tehát el kell menni, ki kell próbálni, és az ad egy eredményt. És hát nekem akkor az volt az eredmény, hogy... Azért, sikerül, hogyha felvisz az Elite Challenge-ek az oldalára, illetve a Facebook oldalra, ott azért lehet olyan gondolatokat olvasni, amiken tényleg egy picit így elmélázik az ember. Például amikor az Arnold azt mondja, hogy ha egy ember eljut saját maga szerint a teljesítő képességének a határára, akkor körülbelül az egyharmadánál van annak, amit valójában tud, azért ezen elkezdesz gondolkodni, és hogy az Elite Challenge képes arra, hogy téged átbillentsen azon a határon, vagy hogy túl tudjál jutni azon a falon, ami a következő két harmadhoz vezet, akkor azért ez egy hatalmas tapasztalat. Mert sokan vannak egyébként, sajnos az a baj, hogy akik azt látják ebbe az egészben, hogy ott van ez a AKM imitáció a nyakukban, meg egyenruhában vannak, akkor hogy ez ilyen katonáskodásos bohockodás. De hogyha melegítőben lennének ezeket a dolgokat, ugyanúgy végig kellene nekik csinálniuk, és ugyanolyan értéke lenne. Hát ez borzasztó kemény, ezt mindenki tisztában van, aki csak egy összeállítást lát ebből, ott vannak összevágott videók általában ezekről a dolgokról, hát ez botrány. Sebet vartál be magadon, mint Rambó? Égettél ki késsel sérülést? Nem volt rá szükség. Semmi kígyót nyersen nem kellett tenni? Nem, mert nem volt. Az a másik kétharmad. De az izzókéses dolgon elgondolkodtál néhány instruktor esetében, nem a harmadik nap után?
Az első. Azt a patológus úgy csinálta volna, hogy odáig. Gyűlölöd olyankor egyébként a kiképzőket? Ezt gondolom, hogy ugyanúgy működik. Most téged kérdezek, Arnold, hogy odaállsz mellé, és üvöltesz vele, hogy de igen, meg tudod csinálni, gyerünk tovább, vagy nem annyira nem kemény, mint a filmekben, tehát, amit én ismerek? Nem. Tehát ezt igazából úgy kell kezelni, hogy vannak olyan pillanatok, és vannak olyan momentumok, amikor igenis a pszichés stressz emelése érdekében természetesen mi is kiabálunk, olyan módszereket, olyan kiképzés módszertani fogásokat alkalmazunk, hogy ő tényleg úgy érezze, hogy aztán itt sehol, azt se tudja, merre van éjszak. Tehát tényleg, tehát ez a zavarás, ez a terhelésnek a része. Amikor pedig olyan dolog van, és olyan a feladat, akkor pedig magyarázunk, oktatunk, teljesen normálisan emberszámba veszük őket. Tehát abszolút nem szabad azt elképzelni, hogy itt mindenki csak leülti a haját a másiknak, mert ez nem igaz. Tehát nem erről szól maga a program, hanem ahogy a Jani is mondta, hogy tényleg megpróbáljuk elősegíteni azt a pontot, amikor ő átlépheti a határait. Volt például, hogy most az indulók között én csak hősömnek neveztem a jelöltet. Nem igazából erre volt kihegyezve ő, tehát se fizikailag, se úgy képességileg, de nem is tudom, talán az akadálypályán jól láttam, hogy 6-7 alkalommal lépte át a saját határait, úgy, hogy ő tehát saját szavaival, tehát nem volt az a legbátrabb típus. És megcsinálta az összes akadályelmet úgy, hogy rettenetesen félt. De kis rábeszéléssel, kis segítségnyújtással ide fogjon, oda fogjon, most hova tegye a súlypontját. Tehát ez is a feladatunk, hogy oktassuk őt. Ő végigment egyébként? Nem, ő feladta, kiesett, de Isten nyugosztalja. De látni kellett volna azt a könnyes szemet, amikor elbúcsúzott. Tehát fantasztikus érzés látni, hogy embereknek mennyit tud adni, és mennyit tud nyújtani. Még akkor is, hogyha nem végigcsinálja, minden egyes perce és minden egyes órával, amit ott tölt velünk, ő sokkal több lett. Tehát ezt ő is érezte. Bár lenne itt alkalom arra, hogy elmondhassa, hogy milyen volt ez neki, de abszolút pozitívan. De jelenleg infúzióban van. Igen, próbálják rendbe. Készült elmondása szerint, igen, de készülni egy dolog. Persze, figyelj csak, és a szintet hogy húztátok meg? Ezt azért kérdezem, mert hogy ugye nem sokan mennek át ezen, és ugye szoktam nézni teljesen más terület, de mondjuk valamilyen módon ide vág, hogy vannak ezek a távol-keleti tévéműsorok, ahol valami lehetetlen feladatokat kell megcsinálni, és mindig éppen, hogy csak tényleg az egy-két ember tudja, valahogy jól van a szint kitalálva, hogy mondjuk 98 elbukik, de kettő megcsinálja, hogy ezt honnan lehet tudni, vagy honnan volt erre tapasztalat, hogy mi az, amit tehát mondjuk van olyan év, amikor senki nem csinálja meg, akkor baj van, nem? Vagy ez hogy működik? Ez is egy opció, hogy senki nem tudja megcsinálni. Általában maga az egész program, ez úgy épül fel, hogy tradicionálisan, hagyományosan a Ranger iskola, illetve a különleges műveleti iskolának a bekerülési feltételét vettük alapul. Éppen azért, mert az ő promóciójukat is szándékunk ezzel folytatni. Tehát nem jelne jó bekerülési? Reklám. Igen. Tehát aki ezt megcsinálja, csak az kerülhet tehát be. Ezért van a kiválasztó program. Az egyes abból már lehet valami. Igen. Tudod, abból az emberből. Igen, az már alapnak jó lesz. Tehát pontosan gondoljatok bele, hogy a különleges erőkben belefektetnétek-e erőt, energiát, pénzt, óriási pénzösszegeket, felszereléseket rábíznátok egy olyan emberre, aki saját magát képtelen egy bizonyos szituációban úgymond aktívan tartani, vagy tehát egyszerűen feladós típus. Tehát nem. Tehát ki kell válogatni azokat az egyéneket, akik egyrészt oktathatók, taníthatók, viszonylag rövid idő alatt sok információt képesek befogadni, tehát intelligenciával rendelkeznek. Fizikailag, mentálisan, igen, fizikálisan és mentálisan is képesek elvinni azt a terhet, elviselni azt a terhet, amelyek rájuk várnak majd később egy művelet során. Illetve egy harmadik, amit sajnos kevesebben keresnek, egy harmadik lába a dolognak, a kiválasztásnak, hogy képes-e olyan van olyan diplomáciai készsége vagy képessége, amely ugye amikor nem harcolok és nem oktatok, de tárgyalok, akkor azt is tudjam csillogtatni. Tehát ebből a hármasságból, ha harcol, akkor harcolnia kell, és tudjon harcolni. Ha oktat, akkor oktatnia kell, mert tudja, mit oktat, tehát van tapasztalata már. És diplomata, hogyha kell. Tehát ez a warrior diplomat, ez az a kategória, amit mi keresünk majd, amiben szeretnénk eljutni, és ezekhez a megfelelő alapanyagot keressük. Pontosan ugyanez van itt. Tehát rossz reklám lenne a különleges erőknek, a honvédségnek és a rohamlövésznek és mindenkinek, hogyha én egy ilyen rózsaszín pártuc képzést indítottam volna, mert nem erről szólt. Tehát ugye van a honvédségen belül ugye a Bercsényi különleges műveleti zászlónak a Pitbull elnevezésű kiválasztó programja,
Na most nem szerették ők se, hogyha ez rózsaszín párduszméretet kapna. Nyilván nem ugyanaz. Nem is lehet, tehát nekik is kötelességük kiválogatni azokat az embereket, akiket később majd ugye hadszintére küldenek kiképzés után. Tehát nem mindegy, hogy kiket engedünk ezekhez a felszerelésekhez, ez ebbe a csoportba. Tehát... Na ez a kamu része a dolognak, hogy hol húzzák meg a szintet. A szint meghúzás az úgy történt, hogy aminek amilyen gyakorlatnál Arnoldnak mind a két kezét kellett használni, az a teljesíthetetlen a többiek számára, amit ő egy kézzel lenyomott, az, érted, az jó lett. Na, visszatérünk egy kicsit a újonosült versenyzőkhöz, vagy újdonsült versenyzőnkhöz, aki ugye teljesítette végre ezt a távot. Nagyon nagy királynak érzed most magad, de ezt tényleg őszintén kérdezem. Nem. De nem jó érzés, hogy azt mondod, hogy úristen, másodjára. Viszont jó érzés, hogy vége van. Ez kétségtelen, de én nem érzem, hogy ettől én különleges lettem volna. Iszonyatosan elfáradtam a végére, miután megkaptuk a diplomát, és elmentünk enni. Én úgy beszélgettem valakivel, hogy ötször elaludtam közben. Úgy is közben ettünk. Tényleg így történt. Megy a kommunikáció, és így megcsuklom, leesik a fejem, majd felébredek, és megy tovább, mint hogyha ez teljesen természetes lenne, mert ez ott természetes. Négyszer mutatkoztál be, és kétszer kérdezte meg, hogy ettetek-e már. Diplomoztunk kétszer aludtam. Igen, és mit keres a zsíros kenyér az arcomon? Igen, érdemes a fotókat megnézni az Elite Challenge-nek a Facebook oldalán, ott folyamatosan dokumentálva voltak az események, hogy azt a drámai fejlődést, amin az arcok átmennek. Az első naptól kezdve, a felvaroktól, a számoknak a zubonyokra való felvarrásától kezdve az utolsó 50 kilométeres menetig. Hogy ott milyen változások vannak? Az a levezető, hogy 50 kilométer gyalogolsz? Egy könnyed kis séta, 50 kilométer, 20 kiló zsák. Aha. Teljesen ideális, igen. Hát mi nagyon készen voltunk. Tehát én borzasztóan, főleg a kezdeti stádiumban, úgy emlékszem, este 11-kor indultunk, sötét van, egyedül vagy, mert ugye hárman indulunk, de hát, és egyszerre, de hát én lemaradtam már a legelején. Ez jó, őszintén. Én, akihez csak, mindenkinek panaszkodtam, akit csak találtam, hogy elegem van, hagyjanak békén, ott hagyom. Ez volt a diplomata része. Ez volt a diplomata része, kommunikáció. Igen. Ők is kommunikáltak felém, azt mondták, hogy nem érdekli őket, hogy csináljuk tovább. Én gondoltam, rendben van, keresek egy következő embert, majd azzal megbeszélem. Nem sikerült. És így egyszer csak vége lett az 50 kilométernek. Igen, és Kullancs Honvédnak hívnak azóta. Tehát, hogy miért szív vérét szívtak. Lehet, hogy ez volt a jó stratégia, ugye? Az ő esetében. Igazából van, amikor nem kell meghallani, hogy valaki panaszkodik. Tehát mindenki keresi, amikor már eléri a teljesítő képessége határát, a kiutat. Tehát szélesen fejben keresi azt, hogy itt fáj, ott fáj, most elkezdi félti magát, hogy ja Istenem, most akkor bele fogok halni, vagy tartós sérülést fogok szenvedni. Ez mind pszichés, tehát egyértelmű. Mindenki ebből a nagyon diszkomfortos részből szeretné a kiutat megtalálni, de ehhez kell az orvosi váró. Ehhez kell a fegyelmezettség. Igen, ugyanaz. Ott van ez, orvosi váró. Magamivel, hát én itt a üzemmel vagyok. Magamivel, hát ott igen, is mindig panaszkodik. Igen, csak ott van széktől, le lehet ülni, ez a különbség megvan. Figyelj csak, és kummantani nem szoktak. Tehát, de biztos. Ugye, és te kummantottál? Na, őszintén. Nem kummantottam, de pont a pszichés rész, mert nem tudom megmondani, hogy a vélt sérülés, vagy a sérülés veszély az valós volt-e, vagy sem. Tehát én elég régóta sportolok, és tudom, hogy... Hírtörés, hol? Hagyjám! Családcsípés, te szerencsét! Erre is lesz példa, volt példa, érdekesség például, amikor az akadálypályán, nem is tudom, hogy csinálta a srác, valahogy egy tövissel, tehát nem tudom, hogy csinálta, de egy szép, nagy, ilyen jó 8 centis valami átszúrta a kezét. Tehát beletenyerelt valamibe. Nem tudtuk, hogy hogyan csinálta, oda jön hozzá, mutatja, hogy hatalmas tágra nyílt szemekkel, hogy a kezem így remeg a keze. Jó, rendben, oda mentem, csak kihúztam belőle, visszatömködtem, ami volt ott benne, és indítottam tovább az akadálypályán. Nem lehetett akkor azzal foglalkozni, hogy ja Istenem, most mi lesz veled, csináld meg. Persze az ott volt a másik két orvos, rögtön ellátta a végén, semmi baja nem lett. Letöltenítve lett a történet, de hogyha akkor elkezdi az ember sajnálni, hogy jaj, úristen, akkor eleve őnála is pszichésen lefő a kávét, tehát azonnal. Azóta nem tud arcot most, mert átfolyik a víz. De a kummantást egyébként úgy gondolt, viszont ott tartja a tollat, tehát bármikor aláír. A kummantást úgy értettem, mondjuk ilyenekre, hogy vagytok felkészülve, hogy hát most, hogy mondjam finoman, betol előtte egy kis purit, és akkor hirtelen egy atomanti lesz belőle, és észre se vesz, és átrepül. Eldug az erdőbe pár helyen egy kis izókét. És akkor ezért van a rovancs, tehát amikor megérkeznek, akkor mindenkinek egy teljes tüzetes felszerelés ellenőrzése van. Bárki, aki olyan medicinát használ, aki az orvos előírta, amit tudom, ilyen allergia gyógyszert, azt az orvosnak jelentenie kell, be kell jelenteni erről. Tehát minden négyzetcentiméterük át van vizsgálva. Éppen azért, hogy ne olyan belül nem, de az egyébként kijön, ezt majd tudja igazolni a Gergely is, ami belül volt.
Tehát nem esély. Nagyon komolyan. Nagyon kérdezik. Nagyon komolyan átadnak vizsgálva a faszik. Tehát semmit olyasmit nem hozhattak magukkal, ami olyan teljesítmény fokozó, ami esetlegesen ne találtán a szívükre hatással lehet, vagy keringési rendszerükre. Pontosan, mert bele lehet ebbe halni. De ha annyira kiszáradnak, bolond, mondjuk, hogy a társukról lenyalják az izzadságot, rászóltok? Hát mondjuk, hogy ez csúnyán néz ki. Hogy a showhoz jól szólj neki, hogy ott van az igózsákja, tehát nyugodtan szívjon abból vizet, mert van benne. Egyébként visszatérve itt a követelményekre, tehát a Ranger iskola, a különleges műveleti iskoláknak a követelményei, tehát akik végigcsináltuk ezeket az iskolákat az Egyesült Államokban, tehát mi még emlékszünk arra, hogy mik voltak a követelmények. Ez egy tananyag akkor. Semmi más nem kell követelni, csak amit már megcsináltunk. Aha. Tehát olyat nem követelünk, amit mi nem amit voltunk képesek, vagy nem vagyunk képesek megcsinálni. Ez volt a hatodik ugye ebből a sorozatból, és elérkeztetek oda, hogy nő került a csapatba. Igen. Először is volt, már legelsőn volt egy nem került be, tehát ő a futásnál már tért panaszra hivatkozva kiállt. De most a hatodikon jött egy hölgy, aki jelen pillanatban Londonból érkezett, tehát ő onnan jött vissza haza. Elmondása szerint neki nem volt soha alkalma, pedig szerződéses katona volt, nem volt soha alkalma arra, hogy ilyen dolgokat kipróbáljon, és ennek tette eleget most. És megcsinálta? Nem, sajnos, tehát nagyon jól bírta magát, erről talán a Gergely is tudta. Szóval az három gyerek párja volt, az ő párja volt sok feladat során. Rettenetesen kemény volt fejben a hölgy, komolyan mondom, le a kalappal, tehát nagyon nagy tiszteletnek őrült. Ugyanazok voltak a követelmények vele szembe is, mint a férfiakkal? Nincs semmiféle kivételezés. Tehát ahogy a lövedék a hadszintéren nem válogat, itt mi sem válogatunk. Demi Moore-nak is meg kellett csinálni a izébe, a G.I. Jane-be, vagy mi volt az. Azaz, hogy nem borotváltatottak le a haját. Azt önként csinált a film. De látom hibát. Látom Biblia. Ó, de tudod. Na és milyen volt egy csajjal együtt dolgozni? Az volt a furcsa, hogy sokkal, tehát nem furcsa, mert igazából nem lett különbséget tenni, de ő keményebben dolgozott sokaknál, és miután kiesett a negyedik napon, az nyilván valaminek a következménye. Volt, amiben nem volt olyan jó, de én azt vettem észre, hogy a csapatba kellett dolgozni, az egyik legmegbízhatóbb ember volt. Én nagyon örültem, hogy ő volt mellettem, mert tudtam, hogy ő 110%-ot bele fog tenni ebbe az egészbe. Híradós. Nem? Tehát, megbízható. Kellett valami cipelni, mit tudom, egy konténert, vagy a társat, mert éppen ő a sérült, és el kell rohanni vele egy 100 métert, akkor ő fölkapott és rohant 100 métert. Aha, tehát tulajdonképpen te neki köszönheted, hogy végigcsinálsz. Egy Ursula doktor bubolt, így végigvitte. Ez egyébként azért marha érdekes egyébként kívülről nézve ezt a dolgot, mert hogyha valakiben van egy irtózatos bizonyítási kényszer, jelen esetben ő hölgy, és azért hölgyekkel szemben mindig valahogy nagyobbak az elvárások, mert ugye mindenki dédelgetni, meg sajnálna őket, és nyilván benne volt ilyen, hogy nem lehet, hogy mondjuk túlvállalja magát, és akkor ez, mit tudom, az első 2-3 napban úgy oda teszi magát indokolatlanul, hogy annyi energiát meg erőt elforgácsol, hogy egyébként végigcsinálta volna, de ha nem ő rohan el a konténerért, vagy hogy nem úgy fogja, meg nem akkor áll oda elsőnek, amikor kérik. Szerintem nem ez volt itt a lényeg. Tehát azt az energiát, amit beletett, ez a normális szint, a 100%. Tehát így kéne csinálni a mindenkinek. De lehet ezt súlyozni egyébként közben, hogy most nem teszem oda magam csak 80%-osan, mert az is elég. Nem, szerintem nem. Végig kellett minden 100%-ot. Visszatérve az egyik kérdésre, az Áronnak a kérdésére, hogy aki nem csal, az nem akarja eléggé. Tehát ez egy törvény. Tehát annak idején mi is próbáltunk pullozni, mi is csaltunk, ahol lehetett, ők is. Tehát még ha észre se veszi, próbál mindenki a lehetőségehez képest könnyíteni a terhén. Uh-huh. Mi azért vagyunk ott, hogy ez ne legyen igazából túl sűrű. Csalját csak ne vegyük észre. A hölgyre visszatérve, tehát ő annyira elkészült fizikálisan már. Tehát ő már a második napon már az úgynevezett jumping jet, el se tudta emelni a kezeit rendesen, csak úgy lifegett a keze, mint a Ronny. Tehát, de nem ez volt a lényeg. Tehát nem az a lényeg, hogy szabályos fekvőtámaszt csinálj minden áron. Tehát ez nem szépségdíjas történet, hanem csináld. Tehát melyik az a pont, meddig vagy hajlandó elmenni a sikerért? Meddig van benned az a drive, az a hajtás, ami biztosítja azt, hogy te a végén sikeres leszel. Ez volt a kérdés, ez egésznek ez a kérdés. Ez a hétköznapokban hasznosította szerinted az a tudás, amit itt elsajátítottak, vagy az a tapasztalat saját magukról? Én 100%-ig biztos vagyok benne, sőt 100% és még egy kicsi, de kérdezz meg a Gergelyt, mert igazából ő látja, hogy szerinte ez volt használható. De az elvégzés óta a civil élete még nem zajlott olyan mértékben. talán még nem, de már volt egy, amit nem sikerült neki, és abból is lehet megítélni. Igen, és én ezért tudom szerintem mondani, hogy igen számít, mert nekem, amikor harangoztam egy évvel ezelőtt, és utána hát nem összeomlottam, de mert nyilván azért erről nem került sor, de hát akkor egy kicsit megzuhantam, akkor ezt gyorsan helyre billentettem az egyetemen egy grilltálat,
és akkor utána és akkor átgondoltam, hogy hát akkor mit is kéne másképp csinálni. Igen, de durva, és hogy rögtön a legkeményebb cuccoz nyúltál, ez tényleg nagyon. Igen, hát most is ez volt, hogy megbeszéltük, hogy szép nyugodtan kellene, mert szétcsaptuk a gyomrunkat és az emésztésünket, úgyhogy nyugodtan kellene majd az étkezést újraindítani. Most is grilltállal indítottam nyilván. A másik kollégám, a 26-os, ő azt hiszem egy rostonsült fatányéros, vagy néhez hasonló hagymával, ami könnyen nem észhetőt. Igen, tehát figyelj, ez is a grilltában jó vagy csinálni, ezért és pont enni is a Feri benned. Nem lehet, hogy én ott állok, és aki felén fut, annak elharangozom, hogy mehet haza. Megbeszéljük. Csak saját magad. Jó, ha akar valaki jövőre jelentkezni, mert ugye várni kell most egy kis időt, akkor az honlapon keresztül teheti meg? Igen, az elitchallenge.hu honlapon van egy online jelentkezési formánk, még nem írtuk ki a jelentkezési lehetőséget, tehát nekünk kell egy kis idő, hogy egyrészt mi is kinyissuk a csipánkat, másrészt megváltoztassuk a honlapon az adatokat, de abban a pillanatban, hogy ez kiírásra kerül, akkor lehet jelentkezni online. Rendben, Koltai Arnold, alezredes úr, köszönjük szépen, és 14.035-ös, már csak így fog szólítani egy ország. De egy nevet mondj már a végére. Várnai Gergely. Köszi. Mondtam az elején is, csak nem figyeltél. Nem, akkor nem. Köszönjük szépen, hogy jöttetek, és akkor jövőre találkozunk, én a grilltálnál, ti pedig az Elite Challenge-en. Várni fogunk. A hírekkel folytatjuk, aztán jövünk vissza, 7 percen múlt fél 9. 2 percen múlt el 3:49, jó reggelt mindenkinek, mondanám, hogy Vadon János és Kovács Áron, de csak Áron. Hello! Hello! Janit elvitt az alezredes úr. Janit már besorozták, köti a bakancsot, most megkötötte a fejkendőjét is, berakta a Ranger-tört. Tényleg egyébként van ilyen Ranger történetem, nekem is voltam egyszer egy egyszer voltál Ranger? Egyszer voltam. Ha elmúlt. Nem, voltam Ranger, elmentünk egy ilyen sima, hát ilyen céges játék, ismerett a céges munkát, és ilyen militári történet volt akkor, és azt találták ki a jó képességek, hogy akkor mindenki kap egy kis katonai kiképzést, és jött egy ilyen, egy szintén nyugállomány, de tényleg már idősebb volt, és ilyen ízesen beszélt, és fogta magát, és azt mondta, hogy jó, kimentünk az erdőbe, és az volt a tűzrakó feladat, és elmondta, hogy két nagyon fontos dolog van a Ranger életében, két dolognak kell minden körülmények között nálad lenni, amikor kimész az erdőbe, azt nem tudod, mikor jössz vissza, két dolognak, Ranger gyújtónak, meg tamponnak. Szóval itt tudod, így néztem rá. Hát mindegy, hát gondoltam, Ranger, tampon még csak van nálam. Mi az a azt mindig viszek az erdőbe. Mi az a Ranger tampon, gyújtó? Mi az a Ranger gyújtó? És akkor képzeld el, hogy azért a Ranger gyújtó az úgy néz ki, hogy egy ilyen, egy rúd, amit a késsel megkapar, szikrázik. Így van, és a tampon meg azért kell, mert gyúlékony. Ja, hát én magamtól rájöttem. Na igen, na én nem, én néztem tágra, mert egy szemmel, hogy tényleg, magyarul tényleg, aki túlélésre hajt az erdőben, tampon és Ranger gyújtó mindig legyen nála, ezt megtanultam. Jani is valószínűleg ezekért ment el, egyébként nagyon sok kérdés érkezett, hogy meddig lehet ezt csinálni, hány éves korig érdemes, meg vinni kell-e felszerelést, majd megpróbáljuk ezeket a válaszokat megírni nektek. Na, hát itt egy 38 éves ember kérdezi meg, hogy érdemes, hát hogy a viharban eleve, hát most egy 34 évessel beszélgettünk, aki teljesítette, ráadásul ez sose késő, szerintem önismereti tréning. Na Jani, besoroztak? Kaptál számot? Hát, pacérkodok a gondolaton már elég régóta, de ez egy olyan falat. De nem engedjük el egy hétig soha. Tehát, hogy itt nem lehet, hogy nem lehet ennek a dolognak úgy neki menni, hogy egy picit valamennyire elmerülsz ebben a témában. Kapsz egy kis végignézed csengőt. A videókat, beszélgetsz velük, megnézed a képeket, akkor rájössz magadtól is, hogy ennek a dolognak nem lehet felkészületlenül nekifutni, és itt nem csak a fizikai felkészülésről van szó, hanem fejben is nagyon ott kell lenni, mert ők alapvetően fejben vannak ott. Nekem az egyik kedvencem pont az előző kör az ötösből volt egy patológus rác, aki... Mondjuk megértem, hogy abból a melóból menekülsz. Eleve ugye nagyon metál. Nagyon metál a szakmája. De hogy én az első körben, amikor megnéztem azokat, akik mentek ott, tehát az összes ember, és akkor ránéztem erre a fiúra, és azt mondtam így, bocsánat, tényleg sztereotípják, ő nem fogja megcsinálni. És na, meg ő volt az, meg. Aki megcsinálta, mert fejben annyira ott volt. Hogy hát ő már több fejben is ott volt. Hát, ráadásul igen. Jogos. Igen, fejben és testben is ott voltam többször is. És akkor félholtam mellette, küzdött mindenki, nézteket, nem sokára találkozunk. De nagy tapasztalat, hogy szembesülni önmagaddal, szembesülni a magát keménynek tartó embernek az igazi keménységgel. Abszolút így van, de annyit azért hozzá szerettem mondani végig, de mert nyilván csak féligazság, de erre bármilyen küzdősport nagyon jó
terep, hogy te magad a karatél. És csinálom is, amikor annál résznél tartottunk, hogy tényleg, amikor azt hiszed, hogy ott vagy a végénél, akkor még van benned három kör, ezt én is alá tudom támasztani, pedig nem ugrottam akadályt, meg nem voltam rohamlövés. Igen, igen, tök igazad van, csak ott az edzésen, és mondom, ez semmiképp, tehát azért más dolog, amiről beszélsz, a kettőt, tehát mert tudod, hogy még egy óra, még fél óra, és akkor mindjárt zuhányzok, hazamegyek a feleségemhez, és a saját ágyamban fogok aludni, ők, amikor ott vannak, ők csak azt a napot próbálják túlélni, hogy utána következzen még egy ugyanolyan nap, meg még egy. Öt. Igen, de ebben abszolút igazad van, tehát nem kérdés, nem összehasonlított a kettőt, csak a feleségét azért látja. Lehet, hogy formás popsi, de nem a feleségét. De mondjuk az tényleg igaz, az én rögtem rajta, hogy tényleg ez az alvás dolog, hogy bárki, aki edz, de bármit. Tehát, hogy te, aki kanasztázni állsz így a barátokkal, tényleg hetente többször jönni. Tehát, hogy akkor fogod tudni, hogy jó edzést végeztél, ha tényleg bealszol. Tehát nekem is azok voltak a jó edzéseim, amikor már öltözés közben, az edzés után öltözés, így lebiccen a fejed. Tehát az alvás az tényleg olyan, hogy a szervezet azzal, hogy te tényleg kimerültél, hogy ott azonnal bealszol ülve ilyen pillanatokra. És akkor azért mondom, hogy ilyeneket is azért össze lehet szedni, ezeket a tapasztalatokat ilyen hétköznapi edzésekkel, és egyébként egyetértek, felkészülés után meg akkor ki lehet próbálni. Aki... Ott leszünk, ha Jani indul, esküszöm, hogy én is kimegyek. Én is elmegyek, de adok neked egy kis csengőt, hogy te ilyen részcsengőt is. Nem, én nem ígérek semmit. Jó, nem is kell. Mert az ígéretek, amíg az a baj, hogy aztán az emberek a fejére olvassák, hogyha nem mész el, vagy nem csinálod meg, de nyilván kacérkodom a gondolattal, pont azért, mert egy hatalmas tapasztalat, első egy hatalmas önismeret, és nem arról szól a történet, hogy amikor hány fekvőt azt tudok lenyomni, hogyha üvölt velem valaki fél méterről. Ez nem erről szól. Egész másról, de erről ugye már beszéltünk. Néhány héttel ezelőtt. Bocsánat, csak annyi váltást még, hogy onnantól kezdve, mondta megcsinálod, akkor a gyerekeidnek urammal kell. Tehát, hogy onnantól nem apa, hanem uram. Igen, nem, igen. Uram, igen, uram. Igen, uram. Nem, sajnos a virághabitusából inkább az fakad, hogy uram, nem, uram. Nem, uram. Néhány héttel ezelőtt egy nagyon komoly jótékonysági akciót szerveztünk, illetve szálltunk bele. Emlékeztek még rá, több mint 20 millió forint gyűlt össze Szemenfénye alapítványnak, a Dóri háznak. Mi az? Gondolom, ugyanazt akartuk mind a ketten mondani egymástól párhuzamosan. Te mit találtál? Lesz egy motoros felvonulás. Na, akkor mindjárt elmondhatod. Várjál, mert én még egy jótékonysági pergető versenysorozatot fogok. Én is hát egy olyan programajánlat szerettem volna elmondani, amiben egyébként a Dóri házat fogja támogatni. Egy jó, azt mondja el, amíg több fekvőtámaszt bír. Most tessék! Akkor Jani kezdi a fekvőtámaszokat, én addig elmondom az enyémet. Ezt ki fogjuk tenni majd a mi Facebookunkra. Van egy nagyszerű ilyen horgásport egyesület, akik kitalálták, ők minden évben csinálnak egy nagy pergető versenyt. Azt ne kérdezd, hogy ez mi ez a pergetés. Fogalmam nincs róla. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy most a nevezési díjakat egy az egybe fogják majd a Szemenfénye alapítványnak átutalni, úgyhogy nagyon jó dolog, azt hiszem Tason lesz majd szeptemberben, de megtaláljátok a mi Facebookunkon, és akkor ott lehet jelentkezni erre a pergető versenyre. Az a lényeg, hogy kimész, pecázol egy jót, jól érzed magad, és ráadásul segítesz is. Én most kezdtem áron, el. Igen. Szeretlek, igen, most kezdtelek el szeretni. Soma, a nagyszerű férfi ember, a hímállat 4 évesen kitalálta, hogy ő horgászni fog. Én soha életemben nem csináltam. Mondom neked, vettem egy spitzbotot, 1000 forint volt, spitzbot, ezt nem tudom, hogy mi, és így fogja ki a halakat. Megörülök. Így. Nekem Isten csodája az összes horgász, tehát annyi, tehát van embertípus, akit igen, hogy nem tudom, hogy nagyon befogadni azt, hogy ez miért jó, de közben nagy tisztelettel nézem őket, tehát ez nem egy ilyen ledegradáló valami, csak azt mondom, tényleg Isten csodája az összes horgász, mert nézem őket néha, és így nem értem, de hát vagyok ezzel. Lehet szeretni, ahogy a gyerek ott áll, az például én hihetetlenül szeretem, mert addig apa tud ülni mellett vagy mögötte, figyelni, kukacokat aggatni a horogra, és fröccsöt fogyasztani. Hát, amit nem ért az ember, az sokszor vált ki belőle csodálatot. Én is így vélek, például a kenósorsolás. Azzal én is, mert életemben nem csináltam. De egyébként ez nem, a horgászat az nem az, hogy az ember így hogy úgy lép le a családtól, hogy igazolva van, és egy kicsit elmegy végre, nem mondta az asszony, hogy nincsenek ott a gyerekek, kibontom a sört. Én a gyerekkel pergetek. Mentem, hello. Ja. Érted? Na, te vagy a lúzer horgász. Te vagy a kezdő horgász. Vettem kérlek szépen turista horgászjegyet, 90 napig engem nem fognak meg. Lehet most már ezt csinálni, hogy nem kell vizsgálni, egy kis alapvizsga van, tehát megkérdezik, hogy melyik a hal és melyik a horog. Tehát, hogy ezzel meg vagy 90 napos horgászjegy, ilyen. Érted? Aha. Nekem olyan nem fogtál, is van. Van rövidebb egyébként például, mert valószínűleg a Balázs hamar jól lakik az élménye, 90 perces, van esetleg? Egy évben egyszer. Mi az, hogy mi a vörös szárnyú keszeget kérlek szépen? Például naphalat, ilyeneket fogott a gyerek. Én semmit nem fogtam, ő fogta. Azt az én de miért nem te vetted a spitzbotot? Hogy neki vetted ezt a spitzbergát? Magamnak vettem volna, neki a spitzbergát, spitzbotot.
Nem tudtam. Na, jótékonykodás. Megfelel, hogy is ugrik egy hasas, aztán minden halkin van a parton. A bálnát ne engedjétek be. Na, és hogy ha már a Dori ház támogatásáról beszélünk, akkor még egy ide kapcsolódó program, hogy a Magyar Motorkerékpár Szakközépiskola és Szakiskola, rövidítve MAMI, idén ünnepli az alapításának 15. évfordulóját, és fognak rendezni, azt mondja, hogy augusztus 31-én vasárnap egy nagy közös motorozást, gurulást. Egyébként itt szerintem például Áron el is mehetne, hiszen Áron rendszeresen motorozik. Indulás reggel 9-kor Budapestről az 56-osok teréről, és a csapat egy jó nagy kört tesz majd a városban, érinti majd a budai és a pesti oldalt is, és ugyanide az 56-osok terére érkeznek vissza, és ezen a felvonuláson egyébként, meg a felvonuláshoz kapcsolódó rendezvényen, ott lesz majd a pécsi Dóri ház is. És gyakorlatilag az ő munkájukra is szeretnék felhívni a mamisok a figyelmet ezzel. Tehát még egyszer mondom, 2014. augusztus 31. reggel 9. Budapest 56-osok tere, ott gyülekezzenek a motorosok. Mehetsz motorral segíteni. Vagy jöhetsz velem horgászni. Na, akkor inkább az, hogy mindegyik reggel van, ez borzasztó. Jövünk a hármas ugrásra. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Szia Kata, jó reggelt! Honnan hívsz bennünket? Halló, sziasztok! Kata vagyok, Herendről hívlak benneteket. Jaj, de jó! De szép helyez! Mivel foglalkozol? Hát, porcelán pestők vagyunk. Ugye, micsoda meglepetés! Micsoda sztereotípia! Herenden mindenki a porcelángyárban. Az egy nagyon-nagyon komoly meló. Így van. Melyik részével foglalkozol? Hát a festészeten dolgozom. Aha, jó, mert igen, ez kevésbé romantikus lett volna, azt mondod, hogy hát a büfébe, vagy az adminisztráció, a pénzügyön. De a fest, ráadásul az egy nagyon komoly dolog. Mi van, hogyha elrontatok egy tálat, én ezen gondolkodtam? Ami mondjuk második Erzsébetnél. Azt mondod rá, hogy ez direkt volt. Ez ilyen. Aha, az ilyen. Ez ilyen. Egyedi. Egyedi művészet. De tényleg mi? Ami törölhető, akkor törlünk, ha már nem, akkor baj van. Akkor zúzd, de gondolom. Hát többek között, vagy szavazás, vagy hasonló. Aha. Vagy ezt egy fejlődő országnak a kormányfője kapja meg, és nem második Erzsébet. Igen, neki végig van. Jaj, de aranyos esem, nézd, mit írt. Szóval elkezdtem tegnap futni, kicsit belehaltam, de láttam Feri Zilált fejét a fészen. Így van. De drága vagy, Kata, és mennyit futottál tegnap? Fú, hát még nagyon keveset, egyed órákkal az kezdtem. Pont jó, Hát tudod, hogy a Cooper teszt, ez 12 perc, te pedig már 3 perccel felülmúltad, a 12 perccel szoktak felmérni egyébként az állóképességet, ez egy totális standard, úgyhogy jó vagy, ügyes vagy. Itt a kerékpározás mellett a párhuzamosan, úgyhogy remélem, hogy akkor majd. Akkor figyelj, van egy jó hírem, te duatlonista vagy. Még nem tudsz róla, de már igen. Szerintem sosem leszek. Kata, akkor jönnek a kérdések, ugye most azt játsszuk, hogy mindig a vendégműsorvezető teszi fel a kérdéseket, úgyhogy jön az első anyagbalkasztóért. Okay. Milyen színekből áll Ausztria nemzeti lobogója? Az óra indul. Jó, nem hülyének kell lenni. Ja, én így tanulom. Piros-fehér, így, igen. Ilyes vágy, jóvá. Exkluzív ajándékunk a második, aláírva. A nyugodtan olvashatsz normálisan, hogy porcelán festő nem autista. Egérpadér. Köszönöm szépen. Egérpadér, megy a játék. Felkészült? Igen, igen. Melyik sportág egyik rangos nemzetközi versenye? A Federation Kupa. Az óra indul. Ez a tenisz. Igen! Minden jó vagy. Női tenisz csapatversenyről van szó. Óra. Nem indul. Ja, meg lehet nyerni. Készen áll. Mehetünk a harmadikra, Kata? Így van, mehetünk. Ja. Jól van, Kata? Felkészült? Igen. Úgy érzi, tudja a kérdést? Tegyük föl, a jó? A kérdés nem. Tegyük föl mi mindannyian. Mert azt én tudom. Szeretném megkérdezni, hogy milyen jellegű a kérdés. A kérdés nehéz jellegű. Írásos formában kaptam. Ön mégis hallani fogja. Mindjárt elkezdem. A következő dolog, amit tenni fogok, hogy felolvasom a kérdést. Oké, azonnal. Nincs időhúzás. Ez még nem nincs a kérdés. Nincs kecmec, Kata. Mondom a kérdést. Most mondja. A következő dologom már az lesz. Mi volt a keresztneve a Titanic című filmben? Na de kinek, Kata? Kinek? Leonardo DiCaprio által megformált szereplőnak. Kata, hogy hívták? Leonardót a Titanicban, Kata, hogy hívták? Ne hagyd magad kizökkenteni. Na gyorsan mondjátok, gyorsan. Nem kell gyorsan, elég ha jó.
Süllyedt, nézett fölfelé, és egy elhaló hangon utána szólt a szereplőnő, hogy ne süllyedj el! Így van. Józsi! Soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot. Internet, itt mindenki dolgozik, itt nincs internet. Ne, nyilvánvaló. Én sose fogom elfelejteni ezt a hármas ugrás. Ja, hát Kata Záronnal. Gratulálunk, Kata. Az óra megállt. És arról egyébként hosszasan vitatkozhatunk, hogy mi a francia nem mászott föl arra a rohadt ajtóra. Tehát mert akkor boldogan élni, én annyira utáltam akkor a Leonardo DiCapriót, hogy emiatt a Momentum miatt volt érdemes számomra megnézni a filmet, hogy a csüllyed lefelé, ugye? És tűnik el. És még le lehetett olvasni a szájáról, hogy újva ide! Kata, gratulálunk, megvan mind a három ajándék, dedikálva küldjük nektek, és további jó festést kívánunk a gyárban. Köszönjük szépen! Puszi, sziasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy perc elmúlt 9 óra, a hírek után jövünk vissza. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, pontosan 4:10 van. Kovács Áron! Hello, nálam is! Vadon János! Köszi szépen! Zsül! Jogos! Anna! Pláne! Laci! Szoszó! Édesanyámnak lehetne egyet? Anyukám! Köszönöm! A legnagyobb! Nagyon jó közlekedési információ jött. Rendkívül be vagyunk rúgva. Én ezt észleltem. Jó. Adonyban csak okosan, ügyesen és csak leállósában. Adonyban a Sámson felől érkezőket mérik. Matyi írta nekünk, M5 Szeged felé 45-ös kilométer trafi. M5 Könyves Kálmán kereszteződésben lámpa nem működik, rendőr van. M3 Vásárosnamény felé a 265-ös kilométer kőnél trafi. Kopasztó írta nekünk, forró belterület Miskolc felé trafi Skoda kombiból. Na ez az iskola se biztos a Willendorf, ahova az Áron akarja járatni a gyerekét, mert írja egyik kedves hallgatónk, hogy náluk még a Cooper teszt is 20 perc felett van. Az igen. Hát azért az már nehezített pálya, mert az alapból 12, de hogy 20 percig a Coopert olvasni? Náluk még az is 20 perc. Menni fog az vadölő. Vagy Alice Coopert hallgatni. Vadölőt simán olvaszom 20 percig. Cooper teszt muszlimoknak. Egy, egy érdekes dologra akadtunk rá, de szerintem mindenki látta Magyarországon, aki egyszer is tévét nézett, mert mindig bele lehet ebbe futni. A sörnyítás különböző formáit fogjuk tesztelni, ez egy nagyon hasznos teszt szerintem. Nagyon. Tehát fontos dolog. Igen, mert ha van söröd, de nincs nyitód, akkor nem tudsz vele mit kezdeni. Jó, akkor neked üveges üdít. Galaktika novella jut eszembe arról, ami arról szólt, hogy egy robotfiú meg egy robotlány elhatározták, hogy már olyan intelligensek voltak a robotok, hogy már érzéseik is kialakultak, egymásba szerettek, és elhagyták a földet, mert nem akartak semmit is. Elmentek valahova, és ott éppen boldogan kezdtek volna élni, amikor a robotlányban valami tönkrement, és elkezdett nem funkcionálni, és hát miután robotok voltak, ezért ez szerelhető, és akkor a fém homlokára csapott a bádok kezével a jó képességű robotfiú, hogy egy dolgot felejtettek elhozni. A szerszámosztást. Ott maradt, de tudod, az űrhajót felrobbantották, tehát hogy soha vissza az emberek közé, soha semmi, nem érdekel őket. És ott egy ilyen félhülye robotlánnyal aztán végül is ott maradt egy bolygón. Na mindegy, tehát hogy ilyen, amikor nincsenek eszközök, ezt ismerjük. Van, tehát van sör, vagy aki nem vissza a sört, annak ugye üdítő, kupakos, és hogy azt ki lehet bontani. A tévéreklámban az van, hogy egy többször összehajtogatott papírlappal is meg lehet ezt csinálni, mi pedig ennek nem hiszünk. Én semmi ki. Sörünk van, papírunk van, mutatom. Jó. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyett a cikivel, a frankó helyett a gagyival. Lesz a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Ki az, aki látta közületek a reklámot kettőtök közül? Most nem tudtam figyelni, mert a mokkában Tatár Csilla van, és a Gölci Gabinak az egyik ingében ment be. Egyére szerpén. De nem, és rohadt jól áll neki. Én imádom ezt a csajos oldalat, amikor férfinkben vannak, mert ez mindig, ez milyen ilyen utójáték. Jani Csákveca szokott fiúruhában fellépni. Igen, de ettől függetlenül ő nagyon jó énekel. Tudod, igen. Nem azért mész és Jani Csákveca koncertre, hogy nézelődjél, hanem hogy hallgassad. Nem, ez a Best of koncert felé. Az se baj, ha átalálsz a színpadnak, csak hallgatod, mert annak viszont jó. Na, én közben elkezdtem hajtogatni az A4-es papírlapot. A Best of meg a sörnyítás azért összefügg. Tehát azért nem sörözik már a zenekar. Nem már. Hát a keményebb italokra tértünk át.
Tehát hosszában négyszer hajtottam össze a papírlapot. Annyiszor kell? Az A4-eset, így van, és középen pedig még egyszer megfelezem a dolgot. Tehát elméletileg így a papírlappal egy nagyon... egy papírpengét hoztál így létre. Igen, egy papírpengét. Megfogjuk a sörös üvegnek. Mit csinálunk ennyi sörrel, Laci? Megisszuk, jó? Nagyon jó. Tudtam, hogy nálad mindig megvan a helyes válasz. És szemben van a fradipája, minimum, hogy eldobott. Tehát de már. Na. Hát azt nem úgy szokták? A lényeg, hogy megvan a kis papír, körülbelül 2 cm hosszúságú a történet, amivel tudunk bontani, és ezt kéne berakjam az ujjam alá, meg a sör... nek a kupakja közé. Tehát kommentálom, jó, tehát Feri neki feszül a sörös üvegnek a papír pengével, ugye az összehajtott rész az egy kicsit kemény, és azzal próbálja meg kinyitni a sörös üveget, vagy a sörös kupakot, ami szépen faragja le a papírt. Tehát jelen pillanatban úgy nézünk ki, hogy van egy egyre ziláltabb papírunk, és egy teljesen... És egy még ziláltabb ferink. Egy nagyon zilált ferink, és egy mindenek fittyet hányó sörös kupakunk. Hát semmi, itt fogunk szomjon dögleni. Jani kapott egy CD-t, általában a CD-vel pedig, hogyha neki vágjuk alulról a akkor CD-t... Akkor le lehet róla csapni? Sörös kupaknak, akkor Feri. Lejön. Na most figyeljetek. Feri közben... Várjál, nézzük a Ferit. Aha. Figyelj, már sziszent. Az illatát már érzem, ez erőt ad. Figyelj! Feri a finishben, és kinyitott a papírral! Kinyitotta. Kinyitott a csávó. Hát figyelj! Hallod, nem rossz. Ennyi, nem rossz. Az a lényege, mondom, hogy még egyet kell hajtani a papíron, tehát 8-ba hajtod a papírt, 8-ba? Mindig felezve. És akkor az élével. És utána egyet még ráhajtasz, és akkor felezve. De nagy! Tényleg kinyitotta, picit lassabban, mint ahogy azt a reklámban láttok, de kinyitotta. Most egy kicsit nőttél a szemembe. Ugye, most még, 3,5 éve. Nagyobb. Zsiráf méret. Nagyon nagy. És úgy, hogy nincsen benne rutinjunk, mert ahogy mostanában ugye szokták, igen, általában abszintot isznak szemmel. Vagy a végbélen keresztül még, az gyorsabb. Lámúj közé. Figyeljetek, itt van a másik. Ezt is látunk, ez állítólag működik szintén. Fogunk egy Jolly CD-t. Jolly-t ne bánj. Jolly CD-re. Jolly nagyon népszerű. Igen, mert nem megtalálnak az ismerősei. Dehogy is. Jó, akkor, és akkor alulról egy ilyen lendületes mozdulat, megpróbálom róla a kupakot levágni. Aha. Nem fog sikerülni. Ezt elmondom, hogy mi történik. Jó, tehát ráfekteti az üvegre magát a CD-t, hogy élével találkozzon, amikor alulról fölüti. És addig semmi. Na, nagyon jó. Ne felé! Megvan! Früttyent! Hallod? Meg kinyílt. Figyelj, öcsi sor. Na, gyerünk. És leütötte. Ennyi volt. Na jó, ezt most már tényleg nem hiszem el. Elképesztő. Most erre egy nagyobb összeget feltettem volna, hogy a büdös életben nem fog sikerülni, és sikerült. De akkor kimondhatjuk tulajdonképpen, hogy igazából nem az eszközeink jók, hanem a kupak szar. Tehát, hogy nem, ennyi féleképpen le lehet szedni. Nem? Hát, erre így jó. Na, papírral, CD-vel, mindenre le lehet szedni ezt a kupakot. A CD sérült, vagy nem sérült? Semmi, minden. Mutasd. A kis grófos részeket még lejátsza. Zámbó Krisztián, úgyhogy te mindegy. Jaj, na, van a harmadik, akkor az Áron rád vár. Én kanállal fogom, de nyilván ezt működni fog, mert ez ennyi. Ez is megvan. És még te mondod, hogy nem iszol. Háromból három. Egy kanállal könnyű, csak arra... Igen. A kanalat emelőként használjuk, megfújjuk az üvegnyakát elég keményen, és a hüvelykujjunk csontján egy erőkart alkalmazva így a most kanállal. Most próbáljuk meg gyomorgyűrűvel, Tituszben van már. Az a durva, hogy van, aki ezt foggal csinálja, tehát én láttam foggal sört nyitni embert. Ezt most nem, akartam nem megkérni rá, hogy próbáljuk persze, már ki. Persze, mindenképpen. Én láttam olyat, és az a művelet, ami ha csak eszembe jut, már bekezd így zsibbadni a szám. Tehát elkezdenek sajogni a fogaim. Én nem hiszem el, hogy élő ember van, aki ezt komolyan gondolja, hogy foggal nyitja a sörét. Én láttam. Foggal. Utána a mosolyt is láttam, mondjuk. Igen, mert csak az egy kicsit volt. Olyan, nem, tehát idomult a dolog, tudod, hogy már a mosoly is olyan volt a sörös kupak, hogy ilyen kicsit cakkos volt a széle a fogsornak, de egyébként úgy nyújtott. De ráharapott, kinyitotta, de és ő már ez a megélhetési típus volt, nem? Aki már a zárásra elmegy nem a krisnébe, és körülbelül megvárja a törlést. Tampott törlés cikét körülbelül. Itt vagyunk, még egy van, a övcsattal. Tudsz-e nyitni? Hát, ja, nincs övcsatot. De van. Nem, az a baj, hogyha szétnyitja az övét, akkor hát, oda tartod, mi is utána. Esküszöm, állj föl, tartsd az övcsatodra rá a sört, és lenyomod a kupakot,
és le kell szedni. Semmiképpen ne vedd le itt az övedet áron, mert nem alulról, dehogy is, nem fölülre akaszt be. És megütöm. Igen, most kéne fotózni. Igen. 200 dolláros övcsatomat. Sose volt 200 dollár, soha. Neked ennyit mondtam. De amerikai filmekben a cipő, a 200 dolláros cipő, az egy ilyen legendárium, hogy minden feketének 200 dolláros a cipője. Na figyelj! Sikerült elém mágnia magát. Mellé, második kísérlet. Jó, igen. Se. Majdnem. Azt a betyár! Anyád. Lejön az! Aha, majdnem. Szó. Jó, hát a gatyám már nincs rajtam, de azért ütöm tovább. Egy pillanat. Kocsmában nem néz ki jó. Nem akarom mondani, a fene egye meg. De már mondtad. Mindegy, bocsa, elnézést kérek. Uh-huh. Utolsó! Alakul! Nem tudom! Jól van! Üssél rá, Feri, tessék, tartom! Dehogy ütöd! Ja, rá! Üssél rá! A következő zajlik, János oda megy. Áron övéhez. Kerülj legyél, Jani! Nekem nem ment, gyere! Ellen! És semmi! Várjál, ez nem. Nem lehetne kanállal? Nem. Van egy törődkező Jánosunk, és egy sérült övcsatunk, gatya nélkül járulunk. Figyelj, ez nem, ez így... Aha. Jó, hagyjad akkor, tényleg. Jó, nem biztos nem meg lehet csinálni, de lehet, hogy nem ma. Ne üsd, csak tedd rá a kezed, és nyomjad lefelé. Ennyi, látod az igazi profi? Aha. A gatyámat előbb leszedem sörrel. Nem, ez az övcsat erre alkalmatlan. Hogy meglazítottam. Megcsinálta, jó vagy, Abám, nagy taps. Figyelj, az a lényeg, hogy a nagy társaságban vagy, akkor előbb papírral, utána lemezzel, és csak a tiéd egy bontsat ki majd így. Igen, az a legutolsó. Azt kell mondjuk, hogy a négy kipróbált dologból mind a négy működött, a negyedik az fájdalmas Jánosnak is és Áronnak is. Ketten kellelek hozzá, és némi gipsz. Na, akkor ezt a lelke működött, ugye? Papír működött, CD működött, kanál működött. Okostelefonnal tudtok-e sört nyitni? Ez a nagy kérdésem, mert okostelefon mindenre alkalmas. Persze, fölhívlak téged, hogy hozz egy sörbontot. Nem, tulajdonképpen az a férfi, aki most a telefonvonal túlsó végén várakozik, ebben a témában is szakértő, tehát meg lehetett volna kérdezni ezzel kapcsolatosan is, őt mégis 7 óra után akartuk felhívni, csak dolga volt, mert a kislányával készült az általános iskolába. Gangsta Zoli! Szervusztok, srácok, mi ez a cirkusz ott? Hát, csak a Wirtschaft. Ezt most végighallgattam, ezt a borzalmas jelenetet, ezt ne haragudjatok meg. Te sose voltál még ilyen helyzetben, hogy inni akartál egy üdítőt? Csatjával örjöngtem ott, nem, ilyen helyzetben nem voltam. De nálam a kulcstartó mindig lóg egy sörnyitó. Az egyik kulcstartó az olyan, hogy maga egy sörnyitó. Tehát nem kellett a cirkusz csinálni, hogy vízével, öngyújtóval, papír vízével, buszjegy nyitókömsör, nem kell. De elbírjuk az is, mert ha ellopják például... De ha ellopják például a kulcscsomódat, akkor mit csinálsz? Tudom, hogy nagyon mérges vagy. Akkor veszek egy másikat. Vele tényleg nagyon könnyű. Zolika, mit csináltál reggel 8 előtt, amikor megbeszéltük, hogy fölhívunk? Igen, teljesen kiment a fejemből, nagyon szégyellem magam, elnézést kérek. Fönn voltam már, mert vittem táncolni az Ozit, mert tánctáborban van most éppen, de nem elfelejtettem bekapcsolni a telefon. Bekapcsolom a telefon, hogy ki az anyám keres 8-kor engem, vagy reggel 3-8-kor 8-szor egymás után, ki ez az állat? Ja, a Forgó Laci, akivel megbeszéltük. Na jó van, azért két mondatot mondhatsz, megengedjük, mert ennyire rendesek vagyunk mi hárman itt a stúdióban, hogy mekkora trauma ez Gangsta Zoltán édesapának, hogy a gyereket el kell vinni az iskolába. Most megy először ugye a csodás lányod. Igen, 7-től kezdődik az iskola. Ez nem olyan nagy trauma, mert már figyelj, óvodában is én hordtam, ez egyáltalán nem olyan nagy ügy. Csak ott lehetett úgy lazulni, hogy 9-10-re beértünk, és nem szólt senki semmit. Hát nyilván. Meg itt meg az van, hogy 38-ig be kell érni, és akkor kicsit olyan kellemet, én utálom az ilyen merev szabályokat. Mondjuk most össze kell ismerkedned egy csomó új pedagógussal, akik nem biztos, hogy ugyanolyan jól viszonyulnak hozzád majd, mint az óvonaik, mint a dagdusok, akik minden alkalommal szemmel szeretkeztek vele. Már összeismerkedtem velük, és ugyanolyan jól viszonyulnak, úgyhogy ezt elbuktad. Zoli, szülőértekezleten mész. Szülőértekezleten, hogy látlak magam előtt ott ülni. Ott kivarva, mi? Egyébként volt egy ilyen eligazítás szülőknek, és majdnem csak anyukák voltak, egyedül én voltam apukom, egy talán még egy szerencsétlen. Úgyhogy ott például azt csináltam, hogy már a második percben elvesztettem a fonalat, azt sem tudom, miről beszélnek. És mint egy ilyen hülye gyerek az iskolában, a leghátsó pados, repülőgépet hajtogattam abból a papírból, amit kiosztottak, hogy ezt kell majd a gyereknek megvenni nyáron. De mit te lennél? Azt a repülőgépet, és néztek az anyukat, hogy ezt az idiótát.
És akkor természetesen, amikor meg kellett venni a cuccokat, akkor fölhívtam az egyik anyukát, akivel már az óvodában is együtt jártunk, Gréti anyukáját, Ágit. Fölhívtam, hogy ne haragudj, segítened kell, fogalmam is, hogy kell venni. És mondta, hogy ő már várta ezt a hívást, ugye? Igen, mondta, hogy nyugodtan gyere velük, ekkor csak menjünk, sőt, tegnap felhívott, figyelj, ebédpénzbe fizetted már, azt se tudtam, hogy be kell, mondtam én. És akkor azt mondja, jó, akkor most itt vagyok, befizetem helyetet, majd odaadod. Köszönöm szépen, szóval velem itt főznek a többiek, aranyosak. Na lesz még majd családlátogatás is, de azt nem tudja majd átvállalni, neked kell otthon lenni. Hát az széttépik a kutyát. Hogy örülnek most a tanár Érik, ha ezt hallgatják. Volt olyan kérése a kis csajnak, amire így kicsit vonogattad a vállat, hogy azt azért ne vesszük meg? Mert ugye ez pénzügyileg is megterhel. Én Atletico Madridos füzeteket akartam neki venni, de eleve csak Real Madridos, és Barcelonás volt két hitvány csapat megalázó, nem a bajnok Atletico, érted? Szóval, na mindegy, nem érdekes, azt ne folytassuk. Én azt akartam neki venni, mondta, hogy apa, de az nem kell, az fiús. Ő csingiling tündérest akart, meg mérges madarast, meg ilyen. Aha, de nem kapta meg. De olyat vettem, mert azt kell csinálni, amit a gyerek szeret, nem pedig azt, amit én. Na, hallod ezt, Áron? Ez szép volt. Igaz? Látod, van, aki így áll hozzá. Igen. Nem van, aki rendes apuka, nem úgy, mint egyesek. Nem várt mondat. Nem is tudok rá itt előhúzni most. Most a csodát tökösszte várunk. Nem, abszolút nem. De tőled azért néha számítok ilyenekre, de válaszol nem tudok rá sajnos. A legjobb befektetés a gyerek. Én ezzel a mondattal készültem már. Az is nagyon jó. És dobbal nem lehet verebet fogni. Mi van? Ez is igazságokat, akkor mondjuk. Akkor ebből van elég. Jó, ezt írjuk, dobbal nem lehet fel. Ha már dob, lesz-e koncert, Zoli? Képzeljétek el, nagyon jó, hogy kérdezed így váratlanul véletlenül, hogy egészen pontosan holnap, képzeld, hogy olyan sűrű napom lett, hogy benne vagyok először is egy francia filmbe. Azt nem fogod elérni, van egy francia filmet, amit itt forgattak, és utonálló leszek benne. Tehát nyilvánvaló, hogy nem orvos, meg buddhista pap már megint. Igen, arcon, nem is értem. Az arcommal lehet valami egyébként. Aha, nem, de az arcod előtt kendő lesz? És kalap a fejeden? Felismerhető leszel? Nem ilyen lesz ez a film. Nem mondhatok többet róla, de nem ilyen jellegű a film. Kosztümös? Igen! Nem áll. Aha. És akkor a Die Hard után kerestek meg vele? Tavaly nyáron volt, vagy miért, talán két éve, nem is tudom. Hát ott villantál egy olyat, hogy gondolom, akkor jött a következő, vagy nem onnan? Ez nem így van, hogy bekerülsz a véráramba? Vannak castingirodák itthon, castingirodák, és akkor így, vannak ilyen új albumok, és akkor mindig ilyet, hogy hú, itt kell egy nagyon szemét, rohadék rossz arc. Ott a gangsta, hívj már. De akkor valószínűleg a digitális utómunkának áldozatul fog esni a sarló és a kalapács a testeden, nem? Valószínűleg igaz, nem fog beleférni egy középkori cuccba. Állj, ne tovább! Munkásparaszt. És akkor képzeld, hogy egész nap forgatom ezt holnap, és onnantól átrohanok a Barbanegra trackbe, mert hogy ott játszunk a kártel, és olyan line-upunk van holnap, hogy olyan vendégek, hogy megtűzöm, mint Pásztor Anna eljön hozzánk, az Anna and the Barbie-nak a frontember, az egy akkora gágyi, hogy óriási, le a kalappal, és olyat reppel nekünk, hogy meghalsz. Kérlek szépen, akkor eljön még Póka Egon basszus gitározni, az nekünk nagyon nagy tiszteltetés. Hát őt nem kell bemutatni? Azt hiszem. Hát Annát se. Hát, ugye? És aztán ott a Sziszka Finucci, akit, hogyha nem ismerné valaki, ez, ő is egy kiváló reppel, ő már egy kicsit újabb generáció. És van egy meglepetés emberünk, akinek csak akkor derülhet fény, hogy ki az, amikor már a színpadon van. Uh-huh. És ki az? Amikor tényleg eljön. Ki az? Megpróbál beugatni. Hát az idét tudod. És bemondja. Nem is tudtam, hogy ezt így lájna. Nem értek rá, egészen véletlenül este, fél kilenckor. Holnap este, csütörtök? Hát, az nem egy bulis nap, tudod. Te a kis péntek, miről beszélsz? Azt mondjuk igaz. Kis péntek, mondjuk te a péntek reggel elvinne a Zozikát a tánztáborba, az betyár. Az igen. Az akkor kicsit büdös lesz. Az igen. Kutyák nem viszik el? Megkérem a Leonkát, majd úgyis. Leonka már úgyis lerongyolt itt egy autót, azért maga. Volt itt állam, egy barátomnak az autója itt parkolt kölcsönbe, és a Leonka letépte a lökhárítóját, mert egy macskát üldözött rajta, és lupakat harapott a karosszériába. Ilyet nem látták, komolyan mondom, hogy megeszi egy kutya az autót, azt ilyet nem láttál életedben. Disznót már láttunk, igen. Ugye a Komerózus filmben, igen, de hogy egy kutya autót eljön. Figyelj csak, Zoli, van még egy hír, hogy a zenekarod állítólag ilyen évfordulós időszakban ért. Hát arról külön kell majd beszéljünk, mert ez nagyon fontos évvel előttünk, mert 20 éves lesz a kártán, azt képzeljétek. Istenem. Úgyhogy januárban kezdjük a 20 éves turnét, ősszel erre egy kicsit fölkészülünk, van egy-két nagyobb buli, de januárban lesz egy borzalmas nagy, amire aztán tényleg ott kell legyetek, mert ha nem, akkor őri-hari. Aha, akkor soha többet nem hisz fel, mert akkor nem megyek. De szemét láda van. Tudod, hogy imádunk, nem? És kérlek szépen, és egy olyan lemez készítünk,
ennek megünneplésére egy olyan albumot, a 20 zenekar 20 kárteldal csinál meg, általunk tisztelt és nagyra tartott 20 banda, de a Punani Massive-tól a Brains-en keresztül rengetegen már jelezték azt, hogy igen. Most abból, hogy ki lesz a tényleg, az majd akkor derül ki, amikor már ott van rajta a lemezben, nyilván. Nyilván, de azért ez hízelgő, nem? Vagy a holnapi fellépő. De ez hízelgő, nem, hogy jönnek a kis csicskák puncsolni, hogy ők is szeretnének. Nem, mondja, ilyet nem mondja ezek az zenekarokra, csúnya dolog. Hogy mennek, dörgölőznek, hogy én is szeretnék. De látod, ezt is milyen okosan csinálja, hogy ünnepel, és másokat dolgoztat. Ugye? Tehát csinálja. Mi is csinálunk 5 új számot, mi se ússzuk meg, úgyhogy. Jó, az Argóhoz is csináltunk egy újnod, tehát hogy az Árpatinak a filmjehez, arra is lesz egy klip, most ősszel azzal jövünk ki, mert az, amelyik már 10 éve készül, nem? Igen, hát az Attila az lassan dolgozik, de biztosan. Aha. Egyszer meg lesz az is. Az évforduló kapcsán akkor mindenképpen hívni fogunk, megbeszélünk egy időpontot, és ahhoz képest 2 órával később csörgünk, jó, mert akkor már biztos ébren lesz. Az tűzér vagy, de az inkább bemenni. Ez egy komolyabb. Hát majd meglátjuk, persze, bejössz, Zoli. Nyissatok ki sok sört, nyissatok ki öngyújtóval, és feltétlenül gyertek holnap a Marmalegra trackbe, ahol ugye játszunk a kártellel. De ez holnap este lesz? Igen, egészen holnap este, 28-án. De hol? Hát a Marmalegra trackbe. Ja, jó van, köszönjük szépen. Gangsta Zoli, jó bulit holnapra. Csodálatos férfiak lesztek. Tudjuk mindannyian, és te is közénk tartozol valahol mi jellegben. Hello, csövi. 5 percen múlt el, 9:30, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3 perc múlva lesz 3:45, a nap legjobb pillanatai következnek, sok dolgod már nincs, megnyugodhatsz, Áron. Ha volt ilyen, igen. Volt hát. Persze, hogy volt. Az most iskola... egy se jut eszembe, de ma nyilván majd... Mindjárt most jó, hát abban, hogy érezted a Ferének a hangsúlyát, ő is elgondolkodott rajta. Volt, hát. Persze. Tudod, az, amikor nem te beszéltél, az tök jó sikerült. Mondom is, megvan, 71-esen 2 autó ütközött Palóznaknál csopak után, ez már komoly hír, alkatrész darabok az úton szanaszét hevernek, most jött velem szemben a rendőrautó szirénázva, Isti írta nekünk, és akkor vissza az ismétléshez. Hát ugye az iskola kezdésben jelentős részed volt, mert letetted magad az egyik, illetve a véleményed az egyik képzési forma mellett, de hát jövő héten már te is korán fogsz kelni. Így van. Küldjünk rád SMS-t 17:00, hogy ébresztő. Uh-huh. Akkor... Nem kell, hogy ébresztő, csak hogy apa vagy. Apa vagy. Ennyi, hétfő, apa vagy. Utána pedig az Elite Challenge-ről beszélgettünk. Koltai Arnold, 100 000-es úr, egyébként rendesen ugye alezredes úr, csak én hívom így. Alezredes úr volt a vendégünk, és a 14.035-ös túlélő. Megtudhatjuk. Tolmács robot. Igen, Tolmács robot, mi minden nem ment keresztül. 9 perc múlva lesz 10 óra, az egyetlen olyan vendégünk még mindig a stúdióban, aki végighallgatta az ismétlést saját magát. Nagyon jó. Nagyon kíváncsi voltam, hogy mi lesz ebből tényleg. És mire jutottál? Mert figyelj, teljesen olyan volt, mint hogyha egy ilyen átlagos, milyen nap? Szerda. Szerdai adás lenne, tök jó. És nem az volt? De, azt mondom. Nem értesz, Feri. Nem értesz, Feri. De egy átlagos, tehát ugyanolyan, mint... Tehát hogy... olyan jó volt, mint amilyen szokott lenni, kicsit féltem, hogy fél tízig bírja a terhelést, hogy ez már a végén nem lesz annyira jó, mint az eleje. Kicsit féltem, hogy lefelé mozdulunk el, tudod? Hát Balázs sincs itt. Anszívesen találkoznék egyszer veled, engem csak akkor hívtok, amikor ő nincs. Tehát, hogy na mindegy. Van fölről egy csomó videó a YouTube-on. Néztem már őket, pont azért szeretnék vele egyszer élőben találkozni. Ő élőben jó fej. Olyan ember? Holnap kis jön, gyere be. Balázs, tényleg? Nézd be te is, 6-ra. Jó. Ez remek móka szórakozás 10-ig. Várjál, ne 6-ra. De, azt ne. Tapasztalja meg azt, ja, is, 6-tól 10-ig. Akkor 6-ra gyere. Okay. De 7 után is jöhet. Selfizni lehet vele? Szerintem megengedi. Hát szerintem is imád. Nagyon szereti. Imádja a fotót. Picit marcos lesz. Csak azért is, és valami haragszik, láttam most egy újságban, a párjával volt, de ki volt maszkolva a párjának az arca végig, hogy haragoszban vannak, igen, azért? Nem van kimaszkolva az a lány, vagy ilyen családon belül erőszak volt, hogy megverte, vagy miért? Van fura ez a fiú, akarok vele beszélni. Régi nyomda volt, holnap bejöhetsz. Jó, holnap bejövök, azt megkérdezem már ezt, hogy miért kell a feleségét levenni a fejét, hát van szép lány, vagy... Nem volt semmi. Na, mert én a Balázsnak tudom, hogy szokott rajta. Gyere be nyugodtan, a feleség is benne lesz egyébként, és a Balázs szeret. Kit? Téged. De ezt mondta? Mert nekem téged. Nem? Na jó, hát... Jó, nem akartam ezt a coming out-ot, nem akartam, de most el kell mondjam. Lehet, hogy valamit félreértettem. Egy SMS még az előző ismétléshez, a témához. Egyszer részt vettem a rohamlövész képzésen, amikor még aktív katona voltam. Majdnem sírtam. Kegyetlenül ki voltak készülve a srácok, amikor a végén felszálltak a teherautó platóra.
vásárolok. Ámbogács, de beteg vagy. Jaj, nagyon jó. Na, valaki jöjjön tárcsázni. Itt van László, köszönjük szépen, a nap szerkesztője. Balást hívjuk? Nem hívjuk, nem zavarjuk. Csak holnap lesz, nem zavarjuk. A pihenő kollégát nem zavarjuk. Régen csináltunk olyasmit, hogy rácsörögtünk egy-egy. Nem lehet, hogy benéz. Csak így. Figyelj, megadom a privát e-mail címét, írja neki. Jó. Szóval régen csináltunk olyasmit. Nem lep meg minket most. Janira rácsörögtünk, és nem szóltunk bele. Oh, hát sajnos ez az és tessék, ez azt jelenti, hogy elúszott egy ajándékcsomag, egy morning show ajándékcsomag, azt kellett volna mondani, hogy morning show. Ebbe belefutottam, bocsánat, dolgozok. Sziasztok! Szia, megmondod a keresztneved? Gábor. Gábor, ezt írtad, amikor az iskola kezdésről beszélgettük, hogy neked 20 millióba került az iskola kezdés, a gyerek nem akart koris lenni, vettem egy lakást 16 millió, nem akart vonatozni, vettem egy kocsit 4 milláért, a tankönyv egyébként emellett le van szarva. Hát legyen majd bőgre abban a lakásban, ezért telefonáltunk. Igen, de nem lesz. Nem lesz. Nem lesz, mert nem mondtad azt, hogy nem adjuk fel. Még próbálkozni fogok nálatok. Jó, azért nagyon szép. Hány gyerek van? Egy. Na, hát akkor Istennek. Még... Érted, ezután... Spórolsz, te spórolsz! Ezután, hogy lakást tettél neki, már nem is ilyen. Hát igen, mert hogyha négy lenne, akkor már generálna legyen. Édesapád mondott, hogy tökéletesen megállja a helyét, tehát a gyerek az egy olcsó befektetés. Ezt én mondtam, de én most már apám élesz. Ezt is elvette tőlem. Senki nem akarja elvinni, hogy jó fej. Nem érdekel, legyen az öné! Ezt elmondtam! És nem olcsó, hanem a legjobb befektetése. Nem én mondtam, egy dolgot mondtam egész életemben. Vagy miért húztad föl tényleg az áront ide a legvégén? Nem baj, gratulálunk a naphallgatója, ezért te vagy holnap reggelig, de sajnos ajándékcsomag az nem jár. Köszönöm szépen. Köszönjük, jó munkát, szevasz. Na hát Áron, neked is köszönjük, mi nem tudunk ilyen pozitívan nyilatkozni, mint te, de nem volt rossz. Én nagyon jól éreztem magam, köszönöm. Nekem kicsit hiányzott, hogy nincs itt a Bali, de majd azt hittem, hogy majd beugrik, hogy csak egy ilyen tréfa lesz, és bejön a pesgővel, mint régen abban a műsorban, de sör jött, Balázs meg nem, de azért nagyon köszönöm a lehetőséget tényleg. Máskor is gondolunk majd rád, csak nem hívunk meg. De nagyon szívesen. Na, tényleg örültünk neki. Tegnap ugye nem csörgött a telefonot 3 és 4 között? Nem, na az voltam én. Akartuk, de nem. Nagyon köszönjük, hogy kisegítettél bennünket. Holnap reggel ugye újra teljes lesz a csapat. Tér vissza Balázs. Hétvégén meg hallgassatok slágerlistát, ha már ennyi önpromó belefér, gyerekek, tényleg. Tehát bele, adja hát, fenébe. Hol, nem tényleg a hallgató. A BBC mindig van egy nagyon jó, azt mindig meghallgatom. Az nagyon jó, tényleg. Van egy top 40 nekem BBC van egy nagyon jó válogatás CD-m. Ószfesztes, majd azt hallgatom. Köszönjük szépen nektek is a türelmet, a sok hozzászólást. Holnap reggel 6-tól itt vagyunk Balázsral. Köszönjük a figyelmet még egyszer, és szevasztok.